Sorozatunk 5. alkalmával. Nagy szeretettel köszöntöm a mai alkalommal Szántai Lajos, mai előadónkat, aki a sorozat menetrendjében most elvezet bennünket a második bejövetel időszakáig, tehát Árpád vezér és a hét vezérnek a kora, Árpád vezér korszaka, tehát ehhez az állomáshoz érkeztünk el a mai nappal. A szokásos menetrendet tervezünk, tehát lesz majd egy szünet, úgy beszéltük a névfél környékén az első szünetet. Reggel 8-ig jöttünk. Igyekszünk a menetrendünket. Szünetre lehetőség van Lipovics Tamásék jóvoltából kávét fogyasztani kint az előtérben, illetve a könyvek megtekinthetőek és meg is vásárolhatóak. Elhelyeztük a kis adományládánkat, aki úgy gondolja, azt tud támogatni bennünket. Úgyhogy akkor bele is válna, szeretnénk kérni, hogy a mobiltelefonokat, azokat nyugtassuk le, vigyük jó belátásra. És hát a maszk viselés szabályok most is kötelezőek nekem, erre föl kell hívni a figyelmet. Akkor megkérem Lajos, hogy bármilyen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Két részből áll a mai menetrend, mint ahogy, hát László Duda is eljutott oda, hogy kettős honfoglalásról beszélt, mi a témával tényleg is kétmenetes ismerkedési honfoglalás révén fogunk találkozni. Hát ráadásul most néhány mondat, ami már előzőleg elhangzott, az nyilván itt is szerepelni fog. Tehát magyar krónikák, geszták, vagy egyáltalán a nagy emlékezet, ahogy mondaná például Molnár V. József, honfoglalásról nem tud. Tehát maradjunk a krónikás hagyománynál. Tehát meglepő módon ez a kifejezés, hogy honfoglalás, ez tulajdonképpen nem szerepel egyetlen egy krónikában sem, Anonymus Gesta Hungarorumában sem, bejövetelről van szó, visszajövetelről van szó. Vagy, hogyha eljutunk oda, hogy honfoglalásról beszélünk, akkor hát ki kellene egészíteni úgy, hogy visszafoglalás. Tehát jól hangzik ez a beidegződött, bejáratott és lélek mélyén megjelenő fogalom, de kétélű fegyverről van szó. És gondolom tudjuk, hogy miért két élő fegyver, mert ha csak honfoglalásról beszélünk, akkor az értelmezhető úgy is, hogy elfoglalja másoktól. Tehát, hogy nem a sajátját veszi vissza, nem a saját örökségébe tér vissza, hanem valahol, valamikor valakiktől elvett egy hazát, elvett egy hon, lefoglalta magának. És a krónikák annyira, hogy úgy mondjam, lényeg mentén tárgyalják ennek a történelmi időszaknak a kérdéskörét, hogy végül is nekik nem volt túlságosan nehéz, mert a középkor évszázadaiban meglepő módon, akár barátról, akár ellenfélről, akár ellenségről van szó, de például olyan kirohanásokkal, kifakadásokkal, ritka kivételtől eltekintve, mert kivétel mindig van. De nem az lesz az általános. Tehát általános számontartási rendszerben, latin-görög nyelvű forrásokban még csak véletlenül sem szerepel utalás szintjén se olyan, hogy a magyarok valakiktől vették volna el ezt a területet. Hanem ahogy mondani szokták, nem túlságosan nehéz megérteni, hogy nem esik jól bizonyos köröknek, tehát német-római császárság, bizánci császárság, ilyen-olyan, amolyan királyság, fejedelemség Európa területén. Tehát el lehet képzelni, hogy nem mindenki fog örvendezni. De ahhoz képest, hogy minden név gyakorlatilag helyjel közzel tudomásul veszi, hogy nem hódítás, hanem visszafoglalásról van szó, ráadásul egy jogos örökség mentén. Na most ezt a krónikát nagyon hangsúlyozzák. Tehát képes krónika is 1358-ban íródik és festődik Nagy Lajos király számára, és ott is a bejövetelnek
a végső szakaszáról úgy beszél, hogy Árpád hadai bejöttek, de nem mint vendégek, majd megismerkedünk ennek a kifejezésnek a lényegével, hanem mint akik jogos örökösei, tulajdonosai, Attila király jogán, ennek az országnak, ennek a hazának. Tehát magyarul úgy is lehet fogalmazni, hogy Attila király halála után van egy átmeneti időszak, nem tart túlságosan sokáig, meglepő módon, tehát egy évszázadról, másfél évszázadról, de többről beszélni nem lehet, és végeredményben a Kárpát-medence dolgai újra rendeződnek egy attilai örökség mentén. És hát a krónika még egy jelesül a képes krónika, hogy érzékeljük, hogy mekkora különbség van a hon foglalás és hon visszafoglalás között. Külön megemlíti a feltételezett szerző Kálti Márk, hát ótestamentumi példa párhuzammal érzékelteti, hogy a zsidó népnek az Úr odaadta Kánaánt, a magyar népnek visszaadta Pannoniát. Tehát gondolom nem kell felnőtt embereknek külön magyarázni, hogy végeredményben ez mire utal. Tehát a honfoglalás az tulajdonképpen jelenteti azt, hogy másoktól elveszi. Vagy hát fogjuk fel úgy, hogy valahonnan megkapja. De az nem azt jelenti, hogy valaha az övé. Tehát itt végeredményben kétkedésnek, kétségbeesésnek, vitának helye nincsen. Minden magyar krónika, geszta, a nagy emlékezet, a költemények, a legendáknak az utalásai. Tehát nem azt mondom, hogy itt Győr mellett, hogy Dunát lehet rekeszteni tulajdonképpen az adatokkal. Most ehhez képest miért nem foglalkoznak ezekkel az adatokkal? Tehát abban a pillanatban, amikor tudományosság látszata mentén politikai síkra kerülnek dolgok, és nemzedékek már nem igazság mentén tájékozódnak, hanem ideológiák mentén, de mivel emlékezzünk vissza, minden ilyen módosításban, megmásításban mi arra gondolunk, hogy erre nem szánnak időt. Nyugodjunk meg, szánnak rá időt. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogy most elteltek évek, valószínűleg ezek a dolgok majd vissza fognak térni, már megszoktuk, már kezdünk hozzászokni valami újdonsághoz, már nem lesz olyan meglepő, és majd egy 20 éves távlatra visszatekintve meg nagyon szépen lehet látni, hogy hát minden egy folyamatnak a része. És érdekes módon nem, nincs kapkodás. És azért sincs kapkodás, mert az első időszakban úgy szokták mondani, az első nemzedék korosztály, az még általában ellenáll. Tehát tulajdonképpen, hát miért állnak ellen, mert még ismerik az eredeti. Még tudják, hogy mi volt az. Tehát ott még vannak lázongások, ott még van visszabeszéd, ott még vannak észérvek, ott van makacság, van kitartás, van hit, van hűség, van, hogy úgy mondja, akár önfeláldozás is, na de jön a következő nemzedék. És mivel állandóan csak erről hal, már nem erről, amit elhangzik, itt már jön egy kis változás. Tehát úgymond a szülőknek a gyermekei már. Ott már jön egy tűnődés. Hát mi van, amúgy is jön kamaszkorban a lázadás ideje, mi van akkor, ha amúgy sem mondtak nekem igazat családi körömben. Ott már belép a bizonytalanság. És végül is az unokák nemzedéke, meg általában már készténként fogadja. És csak azért kell jeleznem, hogy ez egy olyan egyszerű lélektani, pszichológiai forgatókönyv, hogy az ember azon tűnődik, hogy ilyen esetekben miért nem szembesítjük ezeket a stációkat, mondjuk a történelmi ismereteinkkel. Tehát elnézést, nem abból kell kiindulni, ami általában van. Pedig mindig ezt szoktuk kimondani. Hanem az igazságból kell kiindulni. És hogy László Gyula nagyon szépen megfogalmazta, a múlt nem annyi, mint amennyi megmarad belőle.
Na most ez egy alapvető szabály. Most képzeljük el, hogy egy évezred elteltével ez a kor, mondjuk onnan visszatekintve, mit hagy maga után? Miről lehet majd felismerni? Na László Gyula itt is nagyot alakította maga módján egyébként, mert elmondja, hogy hát azért a régészet, meg egyáltalán a történészet. Na most ilyen gondolkodású ember a 20. században egyiptológia területén, például Kákosi László, hát aki nemzetközi hírű egyiptológus volt. Ő nem ment el, hogy úgy mondjam, izgalmasabb területek felé, de egy szellemi magasrendűséget gyakorlatilag soha nem vont ki az egyiptomi műveltségből. Megadta a rangját. És nagyon művelt és nagyon tájékozott volt. És ő figyelmeztetett, hogy az egyiptomi nyelvet, elnézést soha senki eddig még nem fejtette meg. Amit mondja ő, mint nemzetközi hírű egyiptológus, ez nem az egyiptomiak nyelve az ókorban, hanem a 20. századi egyiptológiának a nyelvezete. Világos? Nem tudom, hogy érzékeljük-e a különbséget. Tehát az, hogy kialakulnak elképzelések, az nem biztos, hogy találkozik egy 2000 évvel, 3000 évvel, 4000 évvel, vagy történetesen 1000 évvel, 1500 esztendővel ezelőtt a történelmi valósággal. És mert egymást ámítjuk, egymást kábítjuk, egymást sokkoljuk, már elnézést, hogy így fogalmazok, de azért nézzük meg, hogy milyen egy tanul. Hát valamikor sokkoló utaságokat tartalmaz. De nincs idő változtatni. A menetrend az menet. A szabály az szabály, és akik meghozzák elnézést, halálra röhögnek. Hát gyakorlatilag ennyi elég? Igen, ennyi elég. Kezdünk virtuális világba élni. És amennyire most virtuális világba élünk, ki gondolhatja bárki komolyan, hogy akkor a történelem múlt ismerete lesz hihetetlenül reális. Hogy mi már mi mindent tudunk. Úgy kellene fogalmazni, tisztelet a kivételeknek ilyenkor mindig, mi mindent tudhatnánk, ha méltóztatnánk, kitartani. Ha tényleg csak az igazság keresésével törődnék. És nem azzal, ami nem rossz dolog, de emberek egymással nagyon tudnak hatni. Ez vitathatatlan tétel. Igen ám, de van egy apróság is, amit mindig figyelembe kell venni. Mindenki tévedhet. És hogyha belátjuk azt végeredményben, hogy bármelyikünk tévedhet, de mindannyian az igazságot keressük, akkor baráti alapon megtévesztés útján nem megtévesztettek leszünk. És az igazság az végképp nem szimpátia kérdése. Hogy mivel ő mondta, nekem ő egy hiteles ember, ez nagyon jó egyébként, de azért mégis lehet érzékelni, amit a régi bölcsek így fogalmaztak, és aztán Kassai Lajos ültetett át itt a köztudatba, emlékezzünk vissza, a keleti bölcsek pont az ősök követésének vonatkozásában. Azt kell követni, amit az ősök követtek. Tehát ez az első lépés. Mert tévedni emberi dolog. És nincs olyan ember se itt, se máshol, akinek ne lennének jó tulajdonságai mellett rossz tulajdonságai is. Még a szenteknek is. Én megnézem egy Szent Gellért legendáját, elnézést, kanonizált legenda. Az ember azt mondja, hogy ezt a kibírhatatlan embert szenté avatták. Egyáltalán milyen alap? Vagy megnézem Kapisztrán Szent Jánosnak, hogy úgy mondjam, a szentévállási történetét. Hétköznapi szinten tudomásul kell venni, ugyanúgy, ahogy én vagy a szomszéd is, kibírhatatlan volt. Tehát, hogy érthető legyen, ha ilyen alapon ítélkezünk, akkor bárkire, bármilyen korra, bármikor olyan sületlen, és ugyanakkor van valami valóság alapja, mert mindennek nyilvánvaló módon van, de ezt fogják elfogultságnak nevezni és tartani. Tehát bármilyen úton jár valaki, akkor nyilvánvaló módon először is
érdemes a jót keresni. És azt az erőt, ami azt a korszakot akkor egybe tartotta. És ha ez megvan, akkor onnantól kezdve nincs vita téma, mert újra idézem László Gyulát, következő kérdést tette fel. Adva vannak a régészeti leletek. Tulajdonképpen a honfoglalás korának régészeti emléke hihetetlenül egységes. Na most magyarul ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az a sokat emlegetett hét törzs, hét vezér, az nem hét különböző nép véletlen találkozója révén jön össze és alakul ki, és nem véletlenül mondják, tehát ha mi heten itt vagyunk, tehát mit csináljuk? Hát a moziba elkeltek a jegyek, színház az nézhetetlen újabban, hát kössünk vérszerződést. Na most mit jelent ez a kis ironikus felhang? A régészeti leletek, tehát a síremlékek, azok önmagukért beszélnek. Tehát ez mit jelent? Nem lehet etnikumokat elkülöníteni. De még olyan szinten sem, hogy mi vagyunk a egyeneságról származó törzs, és akkor két rokon törzsel lehet számolni. Szó nincs erről. Egyetlen egy nép, egy kultúra, egy hagyomány visszaérkezéséről van szó, a hét magyar, hét vezér, hét kapitány, hét törzs idején, Attila király halála utáni száz vagy másfél évszázad elteltével. Na most ezt minden régész tudja, naponta hallunk arról, hogy kabarok, nyolcadik törzs, és az ember azt mondja, hogy jó, kavarhatunk itt még dolgokat, mert nyilvánvaló módon bármit meg lehet tenni, akkor a magyar népnév, ami világszerte elterjedt, hogy hungár, tehát hunor és magyar testvérpár vonatkozásában a hun megadja a hungárt, ami viszont idegen népek nyelvében nem a hun fogja jelenteni, hanem a magyart. Miért? Hát mert lehet érzékeny, ez ugyanaz a minőségnek a két arculata. És nagyon érdekes, amit itt általában el szoktak mondani, hogy mi az onogur névből származik a magyar népnév, és az on a török népek nyelvén mondjuk tizet jelent, és az onogurból lett a téves azonosítás révén, hogy bennünket a hunokkal kevertek össze. Na most az onogur az 10 törzset jelent. Kérdés, mikor, melyik korban beszélt magyar hagyomány, akár írott forrásban, akár hazai forrás, akár külföldiben, 10 törzsről. Soha az életben. Sőt, amikor eljutunk oda, hogy a képes krónika Kárti Márkkal azonosítható, de feltételezett szerző, csak jól esik ilyenkor egy nevet mondani, nem tudjuk, hogy ki írta, festette a képes krónikát, de Kárti Márk tényleg fehérvári őrkanonok volt, ha ő volt, akkor semmi gond nincsen. De ez tulajdonképpen nem bizonyítható úgy. Na de a műnek az értékéből ez nem fog levonni semmit. Miért? Mert ha találkozunk egy emberrel, és tiszteljük és becsüljük, akkor nem az lesz az első ismerettség utána kérdés, hogy ne haragudj, ki az apuka és ki az anyuka. Eszünkbe se jut először ilyet kérdezni. Tehát figyeljünk oda, hogy hogy működik a hivatalos, mai, modern, racionális logika. Pont úgy, ahogy ember soha nem gondolkozik, ha van lelki. Tehát másodlagos, harmadlagos kérdéseket, sőt, még távolabbi kérdéseket főszereplővé tesznek. Onnantól kezdve kialakul egy olyan sűrű dzsungel őserdő, valaki oda bemegy, az életbe már valószínűleg nem fog kijönni. Holott a lényeg egy-két tőmondattal elmondható. Krónikáink elmondják, Jézus születését követő világhónap kezdetén kétszer jöttek be a magyarok Pannoniába. Van a Primus Ingressus Hungarorum in Pannonian, ez az első bejövetel vagy visszajövetel, tehát a hunok vagyis magyarok visszajönnek. Tehát hangsúlyozom, bejönnek, visszajönnek, hazatalálnak.
Ez 377-ben történik, vagy 3-ban. Hogy érthető legyen. Béla Keve Kadosa kapitányok vezérletével. Irodalomból gondolom mindenki számára ismert Arany János munkássága, hát ő ezt a korszakot tényleg lantjára veszi és szépen megénekli, és ha máshonnan nem, akkor onnan is ismerősek lehetnek ezek a nevek. És majd ezután 401-ben Attilát magyar királlyá koronázzák. Tehát idáig az elmúlt alkalommal eljutottunk. És utána történik valami, ezt most nem taglaljuk. Lényeg az, hogy Attila király fia Csaba királyfi. Na most Csabáról tudni való, hogy olyan méltóság, olyan rang rá nem vonatkozik, pedig egészen biztos, hogy betöltötte ezt a méltóságot és hivatást, hogy királynak tudnánk őt nevezni. Hát emlékezzünk vissza, hogy tartja számon mind a mai napig a hagyomány, Csaba királyfi. Na most egy királyfiról az embernek van egy belső képe. Így szól a kérdés, ez egy öreg vagy ifjú belső képzett körre megy vissza. Hát én Csaba királyfit úgymond a nyugdíj folyósító intézet teraszán, ahogy várja, hogy rákerüljön a sor, el nem lehet képzelni. Csaba királyfi ez az örök ifjúság. Ez azt jelenti, hogy a nemzet életében nem véletlenül, hogy az erdélyi székely hagyomány, ha bajba jut a nemzet, és egy kicsit úgy elhasználottunk, elöregettünk, akkor mindig Csaba királyfi, pontosabban a Tejút irányából érkező Csaba királyfi, hadak útján érkező Csaba királyfi fogja a felmentő segítséget hozni. Miért? Mert mindig meg tud újítani, mindig meg tud ifjítani. Tehát mondhatnánk az örök ifjúság, az örök reménység záloga. Az ő fia, Ed fia, Előd vagy Ügyek, hát itt a geszta és a krónika megcseréli a helyeket, és már utána, hogy ezt Papp Gábor általában mindig el szokta mondani, és kimutatta írott műveiben is, hogy azért gondoljuk végig, Attila után öt nemzedék, és jönnek vissza a magyarok. Na most ilyenkor az a kérdés, hogy egy nemzedéknyi időt, hogy számolunk. De akárhogy számolunk, gyakorlatilag ez 30 évnél nem lehet több. Kérdés ilyenkor mi? Hogy hangzik? Hát a 453-ban a hagyomány szerint, vagy a körüli időben. Mert olyan 10 éves szórásban ez a krónika ezt mondja, a másik meg azt mondja. Attila nem is kiválta földi lét forgatagából, tehát Attila úgymond itt van, de máshol is van. Tehát átlényegülésnek is lehet nevezni. És nagyon érdekes, hogy nem ő szokott visszajönni, amikor hívják, hanem mindig Csaba királyfi. Na itt jött egy nagyon érdekes felismerés, ami úgy hangzott annak idején, hát amikor hallottam, hogy az ember ilyenkor mindig felsziszent. Hát nem úgy, mint József Attila Favágó című felség, vagy minden szilánkhoz így faszilánkhoz sziszenünk egyet, de gondoljuk végig, hogy tulajdonképpen hol vagy István király? Téged minden magyar kíván. Tehát visszahívunk hősöket. Visszahívjuk őket. Szent Lászlót is. Például, amikor Nagy Lajos idején tatárok ellen, Lackfi Endre serege vonult a tatárok ellen, Dubnici krónika meg is énekli, Arany János ebből is ír egy gyönyörű szép verset. De a magyar vitézek csata előtt mindig Szent László és Szűz Mária segítségét kérték. És jön. Akkor hogy lehet, hogy Attilára nincs ilyen hagyomány? Így szólt a válasz, mert nem ment el. Itt van. Tehát ez nem az a szint, hogy elment, és nekünk hívni kell. Hanem itt van, itt küzd velünk, itt szenved velünk. Tulajdonképpen leválaszthatatlan a nemzet életéről. És ezt Thierry Amadeus francia történész a 19. század második felében így fogalmazza meg. Na most mi az izgalmas benne? Az az izgalmas, ezt megint el szokta mondani Papp Gábor, hogy tulajdonképpen, hát nem azt, amit most én el fogok mondani, mert erre bárki ráismerhet. Meglepő módon ilyen tisztán magyar nyelven sem fogalmazták meg.
Attila szerepét a magyar történelemben. Tehát érdemes felfigyelni dolgokra. 19. században tőlünk nyugatra, hivatalos történelemtudomány, Franciaországban még így látja a magyarságot. Tehát hogy látja? Egybe látja. Tehát Attila korszaka, Árpád vezér korszaka, Szent István korszaka ugyan annak a népnek a korszaka. A kérdés, mit nem lehet ebben megérteni? Hát majd meglátjuk, hogy mit nem, és mit igen, de így szól a szöveg, és ez tényleg szépen szóló, és nagyon megrendítő. Vallomás, ez tényleg vallomás. Attila, Árpád és Szent Istvánban van megtestesülve a három korszak, melyre a magyar nép őstörténete oszlik. És ellenben tűnnek ők föl a hagyományban, hogy az idők különbözése dacára is egy közös cselekményre összeműködnek. Egymás fiai nem csak test, hanem lélek szerint is. Tehát ha test szintjén nem lennénk azonosak magunkkal, akkor a francia Thierry Amadé mit mond? Lélek szerint is. Ezt csak úgy érdekességként mondom, de folytatom tovább. Attila szelleme bolyge hőskölteményi trilógia fölött uralkodik rajta, betölti azt nyílt vagy titkos közbejövetelével, mint a magyar nemzet elválhatatlan védura, nem marad idegen attól létének egy fejleményében sem. Mit jelent ez? Itt van. Ez leginkább a gnosztikus kereszténységnek, azon is belül vagy felül, a manikeista kereszténységen belül, van egy olyan Jézus Krisztusi tulajdonságkör, amit úgy neveznek, hogy Jézus Patibilis. Tehát ez a szenvedő, szenvedékeny Jézus. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem fejeződött be a Golgotán, hanem amíg van élet a Földön, minden fájdalom neki fáj. Minden szenvedés az ő szenvedése. És hogy érthető legyen, itt van. Ahol ketten, hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. Tehát végeredményben nem valahonnan kell invitálni, meghívni, hanem észre kell venni, ketten, hárman összejönni, és miről beszél? Te nem láttad őt tegnap? De én láttam, itt volt a szívembe, de elment az eszembe. Hát tulajdonképpen inkább keresem a szívembe, mint az eszembe, mert az eszem mindig ellene fog valami álokos érvet mondani. Tehát nagyon érdekes, ha innen közelítünk, mert bizony itt van az a titokzatos, megfoghatatlan erő, ami viszont mindig jellemző volt a magyar történelem évszázadaira. Mert hányszor temették a magyar népet? Hányszor támadt fel? A leglehetetlenebb helyzetekben is. És most, ahogy így lehet érzékelni, és nem azért mondom, mert divatos dolog mindig azt mondani, hogy most rosszabb, mint ami mondjuk volt, mert gyerekkorban, én emlékszem az öregekre, mindig ezt mondták. A levestől kezdve a gyümölcsig, hát érthető az egészségi állapot, hát minden rosszabb volt, mint a gyerekkorukban, vagy az ifjúkorukban, ami akkor volt. Tehát ez egy emberi gyarlódás története is, gyarló történet megnyilatkozása is lehet. De ne felejtsük el, egy világhónap 2160 évig tart, és 2022-t írunk. Tehát ez mit jelent? Hát elnézést, vége felé vagyunk. És van még egy apróság. Amikor elindul a világhónap, az akkori, hogy úgy mondjam, korszaklátók, ilyen maga Jézus Krisztus mit mond? Azok a napok meg fognak rövidíteni. Tehát bármennyire hihetetlen, minden jel szerint nem patika mérlegen kiszámított 2160 év elteltével fog a következő precessziós világhónap majd bekövetkezni. És a jelenések könyvében, hogy mégis egy kis időzavar még jobban megjelenjen, amikor hát a sötét démonikus erők elszabadulnak, akkor hogy szól az ide vonatkozó János jelenése
könyvének ide vonatkozó szövege, az ördög siet, mert tudja, hogy kevés az ideje. Tehát felgyorsít, pörget. Hát, ha nem veszünk észre, hogy milyen sebességfokra váltott az új világrend, hogy úgy mondjam, diktatórikus menetrendje az utóbbi 10-15 vagy éppen pár éven belül, az tényleg túl sokat repült, vagy versenyautóban túl sokat ült, mert az egész élet egy ilyen sebességfokozathoz van hozzászokva. Hát lehet érezni, hogy pörög. Már teljesen átláthatatlan a meta-univerzumtól kezdve a virtuális szintig, a mesterséges intelligenciától, akkor most a férfi, a nő, legyen kérdése. Lehet érzékelni, mint a ringlispé, kezdünk elszédülni. Nincs idő tapasztalni, nincs idő átgondolni. Miért? Mert mire megszokom a maszkviselést, már le kell vennem. Mire megszoktam, hogy levettem, már fel kell tenni, hogy érthető legyen. Tehát nincs stabilitás az életben, nincs nyugalom, nincs megbízhatóság, nincs tervezhetőség. Úgy van kiszámítva, mert nagy gonoszsággal van kiszámítva, hogy én ne tudjam kiszámítani, számba venni, hogy tulajdonképpen mire számíthatok. És ez azt jelenti, hogy a múlt, a jelen, a jövő, és itt jön a jelenések könyvének a időre vonatkozó másik lényeges és kényes és érzékeny kérdése, amikor az angyal egyik lábával a földön van, a másik lábával a vizen, és megesküszik kettő között, idő többé nem lesz. És képzeljük el, hogy a halak világ hónap elején az időre három jelzést kapunk. Megrövidítetnek, fölgyorsul, és nincs. Na erre mondja a jó halász, erre tegyünk hormot. Vagy a szabó, hogy varjunk rá gombot. Tehát nem magunktól vagyunk olyanok, amelyek vagyunk, de azért mégis el lehetne egy kicsit várni, hogy eszméljünk. Újra jelzem, azért Petőfi Sándor valamit látott a világból. És lehet, hogy pont abban az időben, amikor nyugat felé nézett a nagy francia forradalom eszméitől, kicsit megrészegedett egyébként, bármennyire hihetetlen bordalokat itt, ivott, és akkor mondja, hogy hogyan kell emelni a kupát, hogyan kell inni. Hát állítom, hogy túlos tésztát gyakrabban evett, mint ha mondjuk egy pohár volt meg. Az volt egyébként a kedvence. Néha én eltűnődöm azon, hogy hogy csinálhatták neki. Hát azért mégiscsak már 20 éves is elmúlt. És túrós tészta le lehetett venni a lábáról. Világszabadság. A költő attól költő, a vátesz attól vátesz, hogy nem csak a saját rövid kurta kis idejét érzi, amíg él, hanem oda-vissza az egyetemes idő szívverésére helyezi rá a lelkét. És bizony eljött az idő. Ha a világ népei nem vívják ki a világ szabadságot, akkor tulajdonképpen jön a világ diktatúra. És hát nem is kell jönnie, mert ahogy mondtam, a pozitívum, ahogy jelen van, hát a negatívum is ugyanúgy jelen van. És tulajdonképpen bennünk ütköznek össze. Mert ilyenkor felmerül, kinek higgyek, kinek engedelmeskedjek. Hát most az a szerencsétlen birka, akit visznek a vágóhídra. Most elnézést, mit jelent az engedelmeskedés? Vagy az, hogy tényleg egy eszmét követek, és valóban egy hatalomnak, egy méltó hatalomnak, éppen azért, hogy a részletekben ne forduljunk saját magunk ellen, ne éljünk fel egy hagyományt, hát mint egy szerzetesi engedelmességi vagy papi engedelmességi fogadalom. Hol van a határ? Hol lehet meghúzni azt a határt, ahol áldozatot hozok, vagy buta baromként odahajtom a bakomnak a fejem? Mert a kettő gondolom, tudjuk, ezt nagyon sokan elmondták, köszönő viszont. Na most minden esetre tehát visszatérve, mert az idő az ne akar lenni szépen sebesünk, de hát ha évfélkor lesz az első szület, akkor tulajdonképpen még kicsit eltűnődök a sors nagy kérdéseim, de tényleg érdemes végig gondolni, hogy jelen pillanatban milyen korszakban élünk.
mennyire bizonytalan minden. És tulajdonképpen hogy jutottunk el ez a nagyon nagy bizonytalansághoz? Erről is már volt szó. Szétszúzták az embernek, közösségeknek, népeknek, Istennel, és bármennyire hihetetlen, az ég volt a teremtett világrendjével való kapcsolatban. Utána a népektől elvették saját jogos, jusson járó identitástudatukat, ez nem is onnan ered, ez nem is akkor volt, nem is onnan származik. Utána jöttek a nemzedékek közé családokban éket velünk korszak, utána jött a 70-es években, aztán fölgyorsult. Hát légy önmagad, individuum, individualitás, ez már az egzisztencialista filozófia előkészítette, és eljutunk oda, hogy a férfi, esetleg nem férfi, majd ő eldönti, lehetőleg még pelenkás, rugdalmozós korába dönts el, mert ehhez neki joga van eldönteni, a szülők nem szólhatnak bele, és a nő pedig nem. Most véletlenül nem arról van szó, hogy egy ördög ilyen gonosz erő neki megy az embernek. Hát lehet érzékeny, már nem népek a cél. Individuális akartál lenni? Jön a következő lépés. Hát minden, akár milyen a nemi identitása. Mert ez egy más kérdés. Hát végül is ezen keresztül jön létre az identitástudat, bármennyire hihetetlen. Nem tudom, hogy tudjuk-e. Persze, hogy az alapja az ember, de amikor megszerzi az identitást, az önazonosságot, hát nem tud eltekinteni bizonyos dolgoktól. Na most, ha ezt szétszúzzák, ez azt jelenti, hogy minthogyha az emberre valahol nem lenne szükség, nem lennének rá kíváncsiak, minthogyha magára lenne hagyva. Tehát jön a mesterséges intelligencia és a biorobot, humanoidoknak. És emlékezzünk, milyen szép csacska beszédekkel, amikor a népnemzeti ügyeket zilálták szét internacionális keretek között, ha nem lesznek népek, nem lesz majd háború. Emlékezzünk vissza. Nem tudom, hogy az idősebbek emlékeznek, nem szó szerint így, de tulajdonképpen miért kell minden proletárnak egyesülnie? Miért kell minden demokratának megtagadnia saját népi nemzeti tudatát? És akkor jön párhuzamosan a szellemi szint, hát mindenki Isten gyermeke. És záró szépen a kör. És se ember nincs már benne, se Isten, hanem egy magára hagyott, tulajdonképpen pár milliárd ember néz körül erről a bolygóról, keresi a csillagokat, de csak műholdakat lát. Keresi a barátját, de tulajdonképpen csak intézkedéseket, távolságtartó intézkedéseket fog látni. Tehát érezni, hogy valamit nagyon megcsúszott. Na most nem véletlenül aktualizálom ezt, mert tudom, hogy ez egy elég meredek folyamatosság, történet, felrajzolás, de van egy probléma. Ide jutottunk. És bármennyire hihetetlen, ez volt az út. Hát oda próbálunk visszamenni, ahol nincsenek ilyen gondok. Ha férfi, akkor férfi. Ha igen, akkor igen. Ha nem, akkor nem. Ha nap, akkor nap. Ha hold, akkor hold. Ha ózonpajzs, akkor nem a lyukasságáról beszélünk, hogy indokoljuk gerjesztett vulkán működéssel egy ilyen hamuréteg vagy búraréteg kialakulását. Ez elképesztő, hogy hova jutott a világ. Na minden esetre tehát, haza kéne találni, bele kell találni a mederbe, és végeredményben László Gyulához térek vissza, hogy nézzük meg azt, hogy milyen régészeti emlékek maradnak, honvisszafoglalás korában, most már így fogom általában nevezni, de azért honfoglalás fogalom is el fog hangozni. Meglepően egységes, és maga László Gyula elmondja, és hát majdnem minden régész gyakorlatilag megerősíti, de miért nem foglalkoznak ezzel? Mert a hipotézis, a napi cukorkaadag, a napi, hogy úgy mondjam, ünnepi műsor augusztus 20-án vagy bármikor, az már rég ki van porciózva, le van gyártva. Tehát ez mit jelent? Mi véletlenül jöttünk be a Kárpát-medencébe.
mert a besenyőktől, még Kárpát-medencén kívül, akkora vereséget szenvedtünk el, és erről Ady Endre is beszél egyébként, tehát hogy érthető legyen, csak nem szabad elfelejteni. Trianon előtt már a hamis történelem képzés az gyakorlatilag teljes értezettségbe jelent. És egy Ady Endre is leírja, hogy hányszor ébredtünk arról, hogy se sátrunk, se gyerekünk, se feleségünk. Hát mikor mire ébredünk föl? És így jövünk be. Na most mit bizonyítanak a régészeti leletek? És jön így és Gyula, olvassuk el Árpád vezérről szóló versét, amiből kiderül, bejönnek, befutnak ide a megvert, tönkrevert férfiak, se gyerek, se feleség. És az itt lévő szláv népek nőit feleségül veszik. És a szláv anyák tulajdonképpen megszülik, így és Gyula, nem így fogalmaz, hát tulajdonképpen a magyar nép. És erre megint mit lehet mondani? Mindezt miért mondom el? Hogy érzékeljük, akár uniós zászló, akár nemzeti színű zászló, sokszor mind a két oldalon olyan meggondolatlan ostobaságokat találunk, és ezért kell arra figyelni, ami elhangzott, hogy tulajdonképpen azt kell követni, amit az ősök követtek. Mert én tisztelem így és Gyulát. Na de ezt a verset mit mondom? Hát ezt, ha ma egy politikai pártnak mondjuk egy ilyen íróképességű, és éppen nem nemzetbarát pártnak a képviselője írta volna, nem lehetne csodálkozni. De ez a nemzeti oldalunk, hogy érthető legyen. Na most, ha a nemzeti oldalon ekkora bukfence, és ilyen válveregetős szövegek vannak. És közben, ahol zsarnokság van, ott mindenhol zsarnokság van. És ontja a jobbnál jobb dolgokat. Akkor bizony felmerül a megkérdés. Hogy honnan jöttünk, és tényleg hova jutottunk? Ha ez van jelen pillanatban, a legműveltebb koponyák fejében is. Adott esetben. Tehát valami itt nagyon sikeres volt. De ez a siker, ez nem a fénynek az eszme története, hanem a botulásnak és a segítségnek. És bármennyire világos valaki, van benne sötét is. Bármennyire sötét valaki, van benne világos is. Gondolom világos. Tehát végeredményben újra jelzem, mindenre lehet példát találni, csak azért hozom ezeket a lélektani példákat. Hogy most ne azzal töltsük majd az időt, ha végig gondoljuk ezeket az ügyeket, hogy kinek lehet igaza. Igaza a népnek, a nemzetnek. Tehát, hogyha egy nemzet csak Szent Istvántól, csak mondjuk, kit lehet megemlíteni, bárkit a 20. század elejéig, 900 és 1000 éven keresztül úgy gondolja, akkor fel lehet tételezni, hogy jobban tudja, mint ahogy én, tegnap előtt valahonnan információ lehívás közepette, valahonnan szedtem a legújabb értesülést. Identitástudattal nem lehet játszani. Ha elmegy, ott bekövetkezik a lelki halál. Hát ha valakinek szétesik a személyisége, gondoljuk végig, bennünk a nemzet személyiségként is megjelenik. Tehát oda-vissza lényeges az, hogy bennünk egy individumban, egy személyben, mert volt édesapánk, édesanyánk, nekik is voltak szülei, mivel így indultunk el, ahogy József Attila mondja, hogy én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Nem tegnap óta néz egy ember, aki mondjuk 30 éves, vagy nem 30 éve néz, hanem 100 000 éve. És egy pillanat, és kész az idő egészen. Mi? 100 000 ős szemléget vélem. És kihagyunk néhány sor, és mit mond? Ők fogják a ceruzámat. Én érzem őket, és emlékezem. Na ebből az eleven élő minőségből származik minden emberi tartalom, mert mindenkiben évmilliók, évszázezredek, évtízezredek, évezredek, évszázadok sűrűsödnek oda, itt vagyunk.
És nyilvánvaló módon a lét az nem a itt bent indult el, nem a magzati léttel indul el, csak ezekkel nem vagyunk tisztában. Csak úgy nézzünk körül. Tehát bármikor vissza lehet találni oda, ahonnan érdemes elindulni haza. De ha már hazaindulunk, akkor hogyan szervezzük meg magunkat? Hát ez lesz majd egy legnagyobb kérdés, de csak szeretném ezt a László Gyulai példázatot valahogy elmondani. Tehát következőket írja le, két felvonásban következik a példázat. Tehát az első, régészeti emlékek alapján olyat állítani, hogy ide csak férfiak, megvert férfi nép besenyők előtt futva, bebukfencezett a Kárpát-medencébe, hát ilyen nincsen. Miért? Mert van egy probléma. A férfi sírok a gazdagabbak, vagy a női sírok? Nem probléma egyébként. Szegény nő, ki lehet találni. Nem fogjuk elhinni. Jóval gazdagabbak a női sírok. Na itt kezdődik valami emberségnek a vonatkozásában. A másik pedig leírja László Gyula, hogy honvisszafoglalási temetők minden korosztályt tartalmaznak. Mert ilyen az élet. Tehát nem lehet kimutatni se katasztrófát, se több népűséget, hanem van egy nép, és természetesen éli az élet. És Kézai Simon ezt Kun László királyunk krónikásaként a maga krónikájában így fogalmazza, minden hun vagyis magyar, egy apától és egy anyától származik. Ennyi. Arany János vagy Jókai Móra magyar nyelvről hogy fogalmazott? Mondjuk egy Jókai Móra. Azért valamennyire nyilván tudott magyarul és érezte a magyar nyelvet, és akkor szerényen csak annyit mond, hogy neki mondhatnak bármit nyelvészek elméletek. A magyar mindig magyarul beszélt. Pont. Na most ebben mi az izgalmas? Az, hogy itt kezdődik az identitás, de ez lehet mesterséges, de akkor nem identitás és önazonosság tudat. Tehát ameddig ez megvolt, addig gyakorlatilag a nemzet egységét semmi nem tudta. Tehát torzsalkodások vannak, viták vannak, tehát nem erről van szó, hanem a nemzettudat még mégis él. Na most nézzük meg, ha kiszaladnánk mondjuk egy olyan tüntetést megszemlélni, most láttuk itt, hát itt az ember úgy tűnődni dolgokon, hogy identitástudat szintén mi van a fejekben? Egyáltalán elmondja ő maga, hogy még az ördöggel is hajlandó szövetséget kötni. Nem tudom, hogy ismerős ez valami. Hát most nem kell mindig vallásra gondolni, de ezt tudjuk, hogy mit jelent. Sátánizmus. A Szűz Mária országában vagyunk elméletileg. És teljesen mindegy, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindenre képes. És nem az igazság mintén, hanem a csalás, a népámítás, ehhez képest a híres Radolfus mester, még becsületes volt. Miért? Mindenki a kezemet figyelje csak. Hogy életünk. Szemrebbenés nélkül elmondják, hogy miről. Már eljutott ide az ügy. És hát akiket ez nem érdekel, ott már tényleg lehet tűnni. És innentől kezdve, hogy mi vár még az emberiségre, ha itt tartunk, gondoljuk végig. Mondani szokták az ördög állarcos bálya. Moszka bálnak is lehet nevezni. Tehát visszatérve és kanyarodva, László Gyula nagyon szépen jelzi, hát ő nem ilyen primitív szinten, mint hogy én kezdek el vitatkozni, ő úriemberként nagyon szépen elegánsan elmondta. Leírja, hogy hát gyakorlatilag itt nem lehet kimutatni olyat, hogy több nép, több törzs, több szövetség. Egyöntetű, egy népre jellemző, embertanilag is jelzőjének. Tehát képzeljük el, antropológia, embertan. Sírlelet ugyanaz a nép. És jönnek, és kavarnak, hogy tulajdonképpen nem is tudtak magyarul, nem is lehetett tudni, hogy hol tanult meg a héttörzs,
de főnök magyarul, lehet, hogy Csingacsúknál vagy valahol, a csuta tudja, hogy ott kell ezt értelmezni. A besenyők bekergették, mert a história így szól, hogy valahol, ha elmennek a férfiak egy hadjáratba, mondjuk Bizánc szövetségeiben, vagy éppen ellenében, és a táborukat ott hagyják. Menjenek a magyarok. Gondoljuk végig. Anyuka, apuka otthon marad, öregek otthon maradnak, szevasztok, majd jövök, jó, majd vásárolok, majd lehetőleg a Hagia Szófiából egy kis csecsebecsét majd hozni nektek. Hazajönnek, és a besenyők addigra elpusztítanak mindent. És mit csinálnak? Mert közben aztán felbukkannak ám a besenyők, és üldözik őket be, hova? Hát a Kárpát-medencébe. És érdekes módon nem üldözik tovább. Bejönnek a magyarok, üldözöttek, se ing, se gatya, se semmi, éppen hogy csak valami, és egy pillanat alatt a Kárpát-medence területi kulturális egységét megszervezik. Na most, hogy érthető legyen, az ember tényleg azért ennyire szélsőségesen elhangzott mondatokba fogalmaz, hogy tényleg egyszerűen döbbenetes. Nem gondolunk végig dolgokat, hogy mit lehet, és mit nem lehet. Hát ha engem végig pofoznak egy utcán, akkor nyilvánvaló módon, és már négy kézláb mászom, akkor a következő sarkon, amikor egy 5 méteres góliátot, vagy nem tudom, óriást látok magammal szembe, akkor mi fog tört? Felállok és elnyitom. Értem. Miért? Előtte tulajdonképpen még már fél volt rakivéreztem. Hát körülbelül így állítják be. Na minden esetre ez a legkevesebb, mert az elég. Durva példa volt, ezt magam is elismerem, és akkor jön a következő nagyon szép példa. Azt mondja, mi marad belőlünk? Tehát László Gyula kérdezi. Saját magára gondolt. Volt egy karikagyűrűje, volt karórája, talán egy-két ilyen fogtömése. És tulajdonképpen mi marad a 20. századi emberből? Mint mi? Kiásnak egy ilyen sírt 1000 évvel. Hogyan fogják meghatározni ezt a kultúrát? Hát vagy a karikagyűrűs kultúra, vagy pedig a fogtöméses kultúra. És tűnődnek azon, hogy hát mert Japántól kezdve Kaliforniáig, hogy terjedt el ez a kultúra? Nem tudom, hogy érezzük ezt a... Te így gondolkodnak, vagy így gondolkodnak úgy hivatalos keretek között, és mindig hozzá kell tenni, hogy rengeteg jó dolog is előkerül, de érdekes módon, ami a köztudatba átmegy, hogy idomítják a köztudatot. Na, az a tragédia. És ilyenkor már nem számít annak a kiváló tudósnak a kiváló tanulmánya, ami homlok egyenest ellenkezőjét. Tehát milyen szűrőn megy keresztül, a legújabb felismerések, legyen pozitív felismerésnek is a világa. Tehát valahol, mintha működne egy gyár. Gyártják a múltat. Gyártanak dolgokat. És egyre egyformán. Egyre szürké. Egyre szintelen. Egyre jelentés és tartalom nélkül. No, hát ha eljutottunk idáig, akkor vegyük alapul azt, hogy tényleg visszajönnek, tényleg, ahogy minden magyar krónika elmondja, két felvonásosan. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy első bejövetel, és van egy második bejövetel. És miért volt szükség a második bejövetelre? Na most nagyon érdekes, mert 1358-ban születik a képes krónika, tehát ez mit jelent? Akármikor volt 895-896, vagy a 600-as években, ebből a szempontból most nem kezdünk el vitatkozni. Van egy visszatekintés. Több mint fél évezredre vagyunk, vagy szűken, vagy tágan az eseménytől, amikor megtörtént. Ők hogy látták akkor királyi szinten? Hát Nagy Lajos magyar király anyai ágon, Turul nemzetségből, Attila király nemzetségéből, Árpádházból származik. Attilát saját tulajdonősének tekintette. Nem szeretik ezt hangsúlyozni, hogy neki két példaképe volt. Az egyiket még hangsúlyozzák, mert abból nem lesz baj.
Tehát ő magát úgy tekintette, hogy ő Szent László fanúsa. Tehát Szent László volt a példakép. És még valaki a példakép. Nem fogjuk elhinni, nem Szent István, hanem Attila király, így van. Ő maga is tulajdon ősének tekinti Attila király. És az első bejövetel királysága úgymond Attila nevéhez kötődik. De tényleg felmerül kérdésként, hogy mi történt Attila halála után. Tehát végeredményben Csaba királyfi miért nem tudta itt átvenni a hatalmat? Jó, mert egy germán herceg Krimhildától született Aladár nevezetű testvére Detre a szász segítségével kitudta őt a hatalomból, és menekülnie kellett. Tényleg el lehet így fogadni, mert ezen így nem lehet változtatni. De végeredményben nagyon nagy kérdés, és a középkorban bármennyire hihetetlen, és középkorban a Szent István és az Attilai páros még nem úgy játszották ki egymás ellen, ahogy majd a 20. században elkezdik kijátszani egymás ellen, mert még a 19. században sem tudták. Emlékezni Thierry Amadé francia történész. Attila, Árpád, Szent István. Hát ebből a hármasból kettő a múltban garantáltan pogány. Hát nekünk. De nem annak, aki a kontinuitást fogja látni. És igen. És Szent Istvánnál nem az a lényeg, hogy ott megtagadja a múltat mellett verve és döngetve, hanem az a lényeg, hogy egy javított programot hogyan lehet a legmagasabb szintre följuttatni. És végeredményben képes krónika nem az első bejövetelt tartja, hát nyilván minden döntő jelentőségű, mert ha nincs első bejövetel, akkor nincs alapja, és ha utána baj van, és már egyszer nem voltunk itt, akkor hiába jövünk, mert akkor légüres tér van. Tehát nyilván fontos az első is, de mintha valami történt volna. És tulajdonképpen ezt ilyen eszmei síkon, de ilyen szépen költő, ilyen fogalmazva úgy lehet mondani, de az a szellemiség, amit Attila király képviselt, nem a magyarság felé, a világ felé. Erre a világ még nem volt felkészülve. Tehát ez mit jelent? Valamit meg kellett ismételni. Ezért van az, hogy Szent István, múltkor felolvastam ezeket az adatokat, hogy gyakorlatilag a hármas halomtól a kettős keresztül. Eleve a Szent Korona vonalán, hogy kikapja az ígéretet, hogy majd lesz olyan korona egy olyan királynak. Attila Róma falai alatt. Zrínyi Miklós leírja, magyarnak örökös királyságot kiszerzett. Attila király szerzett. Kölcsei általad nyert szép hazád Bendegúznak vére. Magyar himnusz. A Bendegúz nem Árpád vezérnek, hanem Attilának volt az édesapja. Tehát végeredményben érezni lehet, hogy itt egy elképesztő nagyságrend van, de van valami, ahol megbicsaklanak a dolgok, amit tisztázni kell. És végeredményben, ha megnézzük Árpádnak a nevét, mert ez egy nagyon veretes név. Vannak érzékel ki, mondjuk, hogy Árpád, ez olyan név, hogy Koppány neve, az tulajdonképpen a történelmi Koppánynak olyan rangot ad, hogy mi nem is a történelmi koppánnyal foglalkozunk, hanem egyszerűen jó kimondani, hogy koppány vezér. Úgy érzi az ember, hogy oda koppantott az asztal, mint hogyha ilyen szellemtáncoltatás kezdődne el. Na most vannak ilyen hatású nevek, hogy van egy rangja, van egy súlya, van egy méltósága, van egy fény, Árpád vezér. Na jön a hivatalos nyelvtörténet, és mit mond? Ez az árpa szavunkból származik, kicsinyítő képzővel, persze török nyelvből kölcsönöztük, és árpácska. És úgy elképzelem, hogy Árpád vezért, hogy árpácska, foglaljál már egyet, elkérsz te is, semmi probléma nem lesz benne. Most a görög nyelven az árpé, az például solymot jelent. Már itt lehet látni. Na de mit jelent, de nem magyar? Egyrészt, ha Attila neve azt jelenti, hogy nagy folyó,
többek között török népek nyelvén, etiliti latin, azt jelenti, hogy folyam. Ehhez képest hol temetik a kínát? Folyam medrébe. Tehát hova húzódik vissza? Saját lelkébe húzódik vissza. Tehát itt van, és mindenkinek a lelkébe, és innen kell őt megszólítani. Tehát nem valahonnan hívni, hanem itt van bent, meg kell szépen szólítani. És végeredményben, ahogy alakulnak ezek a nevek, kiderül, hogy ezek bizony tudnak beszélni ezek a nevek. Miért? Mert ha van nagy folyam, akkor nehogy azt mondjuk, hogy a csapszavunkat azt gyakorlatilag tegnap találta fel, mondjuk a nem tudom milyen szakágazat. Hát Csabának mit jelent a neve? Csap. Csap az mit fog szabályozni? Kinyitom, elzárom. Ráadásul Csabának a neve, hát a csapó is benne van ám. Na nem a filmeknél a csapó, hanem ha Attila is te ostoba, és Csaba az ő fia, akkor gondolom tudjuk, végén csattam az ostor. És ez eszmeisége is így van, és valóságban, mert ha nincs rajta a csapó az ostoron, én aztán hiába csinálom, az nem fog akkora hangot kiadni. Igen ám, de a túl az mégiscsak, hogy úgy mondjam, sólyommadár, nem pedig folyóvíz. Attila címere, koronás fejű túlmadár. Na most Csabának kabanév változatban mit jelent a neve? Sólyom. Kaba sólyom, gondolom hallottunk róla. Kaba sólyom azért nevezetes, mert a sólyomászat nem is felnőttek, hanem a gyerekeket régen nem kerecsen sólyommal tanították a sólyomászatra, hanem kapaszkodjunk meg, kapa sólyom. Kisebb testű sólyom, és valami miatt nagyon szereti a gyerekeket. Hát a turulnak ki lehet a fia, hanem egy kaba csaba. És mit csinál? Lecsap. Arról van szó. Na most eljutunk Árpád vezérhez, és végig lehet egyébként az összes nevet így nagyon szépen lehet érezni, ez tényleg egy nemzetség. A neveik egymást erősítik, magyarázzák, és újabb-újabb tulajdonságok jönnek nagyon szépen el. És tényleg nagyon szép, amikor eljutunk Árpádhoz, mert lehet érezni, hogy kapásból már két minőséget tettel lehet érni. Az egyik az ár. Ez pedig, ha itt nagy vízről, folyamról, fényfolyamról van szó, akkor ez egy fényár. Igen ám, de meddig árad? Amíg nem kezdődik meg, az apadás. Árad, apad. Önszabályzó rendszer. Kilélegez, belélegez. Teremtő nappalabra, ma éjszakára. Tehát lehet érzékelni, itt viszont tényleg minden pulzál. Viszont a képes krónika meghökkentő módon gyakorlatilag az összes kép közül, és gondolom tudjuk, ha valami nagyobb, nem csak a gyermekrajzokon, nem csak Egyiptomban, hanem mindenhol, de most nem fizikai szintre kell elsősorban gondolni, hanem a jelentőségek szintjén. Tehát egy gyerek valamit gyerekrajzon nagyobb méretűvel rajzol, mint a környezete, akkor azzal mit jelez? Nem úgy, hogy racionál. Tudod, kedves gyermekrajzfejtő, pszichiáter bácsi, vagy pszichológus néni, hát a helyzet az, hogy a mamát azért rajzoltam papa mellett nagyobbnak, mert nagyobb a jelentősége most az én életkoromban. Tehát rövid távon, ha valami nagyobb, akkor a jelentősége lesz nagyobb. Egy egyiptomi fáról soha nem örökítenek meg akkora méretben, mint a mellette őt legyezgető, pálmafa levéllel, vagy valami legyezővel legyezgető személy. De a nagy vezér is kisebb lesz. És nem azért, mert személyi kultusz, hanem a hatalom gyakorlásának a nagyságrendje. És ezektől a szavaktól azért sem szabadna megijednünk, mert ha nincs erő és nincs hatalom, nem tudunk változtatni saját sorsunkat. Nem tudunk foganatosítani. Na melyik vallás imádságában szerepel, mert tiéd az ország, a hatalom.
Tehát ha nem találom meg a hatékonyságot, a hatalom felé vezető utat, amit lecseréltek egy iszonyatra, de elnézést, nem azt kell keresni. Hát pont ez a kettő hiányzik. Tehát erő és hatalom. Nem tudjuk a szándékainkat, elképzeléseinket foganatosítani. Mert ha volna egy kis erőm, az legfeljebb mire elegendő, egy kis csetepatéra. De érvényesíteni az akaratot, a szándékot, ahhoz hatalomra van szükség. És ez a hatalom a magyar hagyomány szerint többek között a Szent Koronában összpontosul. Tehát keresd koronádat, megkapod üdvösségedet. Keresd koronádat, megkapod hazádat. Elnézést, hova tegyék a koronát, hogy érzékeljük, hogy ez nekünk szól. Ott van az országház kupola termébe. Világos? Ott van, ahol elméletileg eldőlnek a dolgok. Azért mondom, hogy gyakorlatilag, mert így nyilván ezt nem lehet kijelenteni. De lényeg szempontjából ott van. Nem múzeumban van. Gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. 21. század elején. És mi történt? Elméleteket gyártunk. Hány részből áll a korona? Ezek a cserét képek helyett itt kik lehettek? Egyáltalán lehettek, nem lehettek? Egyáltalán mi történik? Egyáltalán volt-e ott valóban Szűzanyának képe? És hát tudni kell, hogy ezt a Jesus Patibilis komolyan gondoljuk, és a korona már pedig élő minőségnek számít. Hát valószínűleg megszokta, de egy biztos nagyon szenved. Hát 13. 4. században Trau város polgárai írják le a Velencei Dózsinak egy levélbe, hogy ők a Szent Koronát szolgálják, de olyan idők vannak, hogy a Szent Korona szenved. Honnan érzik? Nincsenek fényképek a Szent Koronáról. Nincs hologram. Nincs tévé, ahol a Szent Koronáról tartatnának előadásokat. Itt van bent a Szent Korona. És mi a lényeg? Az, hogy a társországok lakosságának, nem magyar származású ajkú lakosságának is a Szent Korona Szent Korona. És bár említhetnénk szenvedését, és megnézem, hogy mi volt akkor a történelme, hát innen nézve gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy bár most tartanánk ott. Ilyen alapon. Ilyen apróságok. Na de, végeredményben, visszatérve Árpád nevéhez, a nyelvpörgetés útján egy dolgot azonnal érzékelni kell, ez pedig az, hogy van egy LRJ-mással hangzó kategória, van egy PBVF-mással hangzó kategória, és egy TBK-mással hangzó kategória Árpád nevében. Tehát három mással hangzó kategória hangja jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az LRJ hangon belül az R, az L-re is és J-re is válthat. A P az PBVF, tehát akár F-re is váltható, és hát a TDK pedig gondolom nem kell külön mondani, ez gyakorlatilag T-re és K-re is váltható. És itt lehet megrökönyödni, mert újra jelzem, nem az első bejövettel a legnagyobb méretű kép, hanem az egész képes krónikában a legnagyobb méretű kép a magyarok, második bejövetele. Na most, ha nem jöttek volna be a magyarok másodszor, akkor az az attilai erőfeszítés, erkölcsi nagyság, örökség utána, hát a rövid időn belül tényleg. Lehet, hogy már a világ is ott tartana, hogy nem is tudnánk egymásra. Mert sokkal hamarabb és gyorsabban lehetett volna eljutni egy ilyen kaotikus, veszélyes időszakba, már akár a reneszánsz idejébe is el tudták volna jutni. De akkor még kellett fáradozni, mert a föld túlnyomó lakossága még szerves műveltségű társadalmak világához tartozott. Tehát ez mit jelent? Bármelyik kontinensen találkoztak vele, gyökeres tönkítették. Ezt csinálták sajnos. Milyen vallás nevében ez is érdekes, nyilván nem a vallás játszik itt a főszerepet. Az Európa kellős közepén azért vallás nevében azért nem ártana tudni. Hogy miért nem szeretik más népek az európai népeket? Miért nem szeretik más vallásúak
azt a vallást. Elnézést, valami történt 500 éven keresztül. Tudom, hogy nehéz elhinni, de tényleg. A bölények sem maguktól haltak ki a bölények, vagy pusztultak. Olyan szintre vissza, hogy mutatóban vannak. Sőt, más mondok. Csontvári a libanoni cédrusokat megfestette. Ha valaki ismeri a Baalbek című festményét, látja a baalbeki romb terület mögött a libanoni, magas libanoni hegyeket. A teteje havas, ott ilyen rózsaszín, mert amikor fel kell, és nem megy a nap, mi láttuk egyébként, tényleg hihetetlen. Szóval nem Csontvári, hogy bármennyire hihetetlen, nem a képzeletében olyan rózsaszínek a színek, akár az zarándoklás a cédrushoz van, olyan tényleg döbbenetes rózsaszín fényjátékban úszik ez a terület naplemente és napfelkelte alkalmával. Na most ott kopár hegyek vannak, ott eredetileg cédrus erdők voltak, világos. Angol hatóságok, francia hatóságok csak a 20. században, és nem merek nagyságrendet mondani, milliós nagyságrendben, mert nem voltam ott, de Libanon-i könyvben szerepel. Kivágják a cédrusokat. Ma mutatóban van abban a bizonyos cédrus hegyekben, ahova Csontvár is. És mit csináltak belőle? Ipari vasúti talpfát. Azért ne felejtsük el múmiákkal, Egyiptomban, gőzmozdonyt fűtöttek, azzal tüzelték, hajtálták. Brahmanákat Indiába, mondjuk ha egy kicsit jól sikerült egy felkelés, akkor az angol katonatisztek ágyúcsőbe beteszik, és az ágyút elsütik. Hát azért kicsit térünk már vissza. Tudom, hogy savanyú a cukorka, meg a szörnyű is, de azért igaz az az ótestamentumi mondás, az öregek eszik az egrest, és a fiak fogavásik bele. A te tetteit követnek. Hát ezek nem múlnak el ám nyomtalanul. És ameddig nem helyezzük igaz alapokra a szembesülést, addig nem tudnak az emberek, a népek se változni, mert senki nem tud ezzel, nem tudnak semmi. Nagy francia forradalom idején 10 éves gyerekeket fejeztek ki, amikor fejeztek le, amikor Robespierre már le lett fejezve, már egymást nem tudtak lefejezni, amikor gyerekeket fejeztek le, világosan. Egyszer nem gondolunk bele dolgokba, csak a világi hatalom hol van. Tehát a hatalom megszerzésének útja. Tanácsköztársaság idejére már rég megvolt a forgatókönyv, már minden országban végigjátszották, hogy egy maroknyi törpeti kisebbség, 20-30 ember, hogy tud átvenni hatalmat, mi annak a koreográfiája. 20-30 ember, világos? Még nézzük, jaj, biztos, hogy van. Mekkora válság van a Donetsk-medencé? Ja, egyéb dolgok. Meg a kamionok mit művelnek ott a vába. Alig van hír. Érdekes, arról van hír naponta, hogy egy amerikai kisvárosban, hogy emelkedik valami, hogy növekszik valami. Éppen nem tudjuk, alig van hír. Hát azért valaki mixeli, adagolja az információs adatokat. Információkultusz korában nem lehet tudni, hogy egy világhatalom, egy mai országban mi történik. Hát alig van hír. Ilyenkor alig van. Szivárognak a hírek, igen, szivárognak. Na minden esetre kell, mi szivárgunk el az időben. Tehát minden esetre tehát visszatérve a névazonossághoz, mert nagyon izgalmas az. Ugyanis Árpád nevét végeredményben mi mindent jelenthet ez a név. Hát ilyenkor mindig érdemes az első jelenségkör után, ilyenkor a magánhangzókat cserebelélhetjük, ha még jön értelmes szó, fogalom vagy név a más hangzók elején, közén vagy a végén, akkor rendben van. Utána jön a következő, amikor a hangalaki megfelelőket keressük meg. Bizony LRJ, tegyük át J hangba. Utána PBVFF hangba, és a TDK az T hangba. És hova jutottunk el? Jaffa. Jaffet nevéhez, így van, Javet.
ez a javító program. És bizony erre Papp Gábor is figyelmeztetett, hogy tulajdonképpen a képes krónika képi és szöveges logikájában a magyar üdvtörténelem kozmikus történelemnek a magja, most kapaszkodjunk meg, az nem Attila ebben az esetben. Az nem majd a Szent Lászlói hetesség ebben az esetben, hanem a hét magyar. Árpántal az élet. Na most ezzel a névvel, hogy Jafet vagy Javít, hol találkozunk? Tehát özönvíz előtt vagyunk, vagy özönvíz után vagyunk? Köz előtte is vagyunk, miért? Mert nem a bárkában születik meg Noé három fia, hanem Noé három fiával, Sémmel, Kámmal, Jafettal bemegy a bárkába. Jön az özönvíz, elpusztul minden élet, úgymond, kijönnek a bárkából, indul az élet, és itt ezt Papp Gábor elemezte megint csak, hogy a három név, de az összes név, hát a bárka az a burok, a Noé az mégiscsak inkább egy növekedés, egy növekvény, életnövekedés indul el, ezért van az, hogy Noé vonatkozásában, amikor a hagyomány szerint az első ilyen borból készült, vagy szőlőből készült borádozat után lerészegszik, és a sátrában fekszik, és fellépen valami, és bemegy Kán, és szól a többi testvérnek is. Na és mi okoz gondot? Mindenki tudja egyébként, csak mivel ez magyar nyelven teljesen egyértelmű, hogy egy himnős minőségnek milyen dominanciája jelenik meg. Eddig azt hittük apáról, hogy apa. Világos. De ő nő, és fellépben, sarjadzáshoz szaporodásnak az útvonala. És hát itt jön a viszonyulás, hogy hogy viszonyulunk ilyen titok. Hogy most tulajdonképpen mi történt. Sém az a semmitést fogja jelenteni, tehát ha valami turbúrjánzik, elharapózik, vagy egyáltalán nem jó úton megy, akkor annak a programnak ott vége lesz. Mondani szokták, hogy például nálunk még ma is működik, tehát semmitő törvész. A Kán, nem illetve a Kánaán jön majd belőle, ez a kimenő. Tehát kül, kimegy az élet. Hát mindig tudni kell, hogy itt már előre elkészített útvonalon járunk. Tehát a magyar őstörténet az gyakorlatilag vagy Kámágából, vagy Jafet ágából származtatta magát. Azt gondolom tudjuk. És jön Jafet. És a magyar krónikákban meglepő módon, de ezt Nimród ügyben talán tisztáztunk, nem a bibliai forrásból veszik a keresztény krónikások a származási vonalat. Mert Kán fia, Kuskus fia volt Nimród. A Teremtés könyvének 10. fejezetében. Krónikák, keresztény krónikások, Krausz Sámuel, vagy 100 évvel ezelőtt, de talán több, leírt a kétkötetes könyvében magyar őstörténet és a biblia kapcsolata, még foglalkoztak ilyenek. Aztán Nemeskült Istvánnak volt még hivatalos próbálkozása, nem tudom, hogy láttuk egy ilyen kis vékony könyve, a magyar nép és a bibliai történet, tehát ilyen bibliai őstörténetet taglalt, tehát messze hígabb volt már, de mégis valami történt. Most Krausz Sámuel ki lehet találni egyébként, hogy milyen szemüvegen, hogy látunk, szögből látta a világot, ő maga írja le. A magyar krónikások, tehát Kézai Simon. Rá egy következő évszázadban Káti Márk nem a Bibliából tájékozottak, hanem ősi, babiloni hagyományok alapján. Most erre az ember mit mondott? Jaj, bábeli nyelvzavar veszi most már lassan kezdetét. Tehát megint csak egy tömörítés következik, és a magyar krónikák azt mondják, hogy Jafet fia Tana, Tana név nem is szerepel a Teremtés könyvébe, és Tana fia Nimród. Na most, Attilának mi volt a címe? A nagy Nimród unokája. Na most izgalmas a kérdés. Árpád nevében milyen ősmélység rejtőzik?
És ne jegyünk meg, de gyakorlatilag nem lehet más mondani. Egy olyan kezdet, ami Nimrodhoz fog elvezetni. Nem tudom, hogy érzékeljük-e. Tehát miről van szó? Hát gyakorlatilag még inkább teremtés közeli szintre kellett visszamenni. Nem Nimrodtól indít a világ első királyától lényegi szinten, nem Nimrod utáni forrásból, hanem Jafet, Javit. Miért? Mert ha elpusztult a világ, van egy kimenő program, de rosszul sikerül, azt a semmitő program szétszúzza, és akkor minek kell elindulni? A javított változatnak, a javított programnak. És a képes krónika tulajdonképpen drámai módon jelzi, hát amit így nem szoktunk taglalni, mert nem is így gondoljuk végig a dolgot, de innen érthető mi az, hogy Attila király öröksége, de innen érthető az, hogy mégsem behű szerint, csont szerint, kő szerint, mint egy megidézve rekonstruálták, hanem azt, amit Attila is követett, azt az erőt, na abból származva újították meg, és most így kell megint csak mondani, az akkori korra egészen a jelenig aktualizálták egy javított változat. Inkább így mondom, egy érthető programot adtak. A Európának, a kereszténységnek és az emberiségnek. És ennek az érthető programnak lesz úgymond a kiteljesedése a Szent Istváni ügy, a Szent Koronával Egyetemben. De ha nincs Árpád, nem jön vissza. Hát Attila korszakát, a vízözön most, mintha útnapistin idejét tárgyalnánk a Gilgamesh eposzból, ezt a múltat, ez a szenny áradat, ez teljesen egészen elsöpörte volna. Tehát oda-vissza, árad, apad, megtisztít. Áradás elsöpri, jön az apadás, látjuk, hogy még van egy kis gond, megint jön egy áradás, tehát oda-vissza gyönyörűen visszatisztítja a múltat, és megmutatja előre a jövendőt. És itt az első bejövetelnél egyébként gyönyörű és iskolás ábrázolásról van szó. Tehát ez az első bejövetel, ez egy A betű itt, egy iniciális, hogyha fölé tudunk menni, de most nem tudunk fölé menni, piros betűvel oda van írva, piros tintával, hogy Primus ingressus hungarorum in pannonium, tehát a magyarok első bejövetele. Ez a Béla Keve Kadusa kapitánynak vezérletével 373 tájékán. És minden szépnek és jónak tűnik. De a képes krónikában lévő koptatások, rongálások, emlékezünk Attila életének utolsó stációjára, ott teljes egészében dühött módon próbáltak valamit eltüntetni, és nézzük meg, itt van koptató, itt nincs koptató. Hát lehet látni, hogy valamit úgy szépen. Hát itt még él a varázslatnak a világa, tehát ez mit jelent? Mindenki tudja, hogy ezek a festmények, képek, mint a szentképek is megidéznek dolgokat. Tehát, hogy ne jöjjön be. Tehát a kezdetnél. Aztán, ha majd jön a javított program, abban annyira nem mertek belenyúlni második bejövetel. De mindegy, mert úgyse fogják megtudni, hogy mit javítottak fel. Tehát tulajdonképpen a célja fog elveszni. És akkor majd lehet mesenyőkről beszélni, kazárokról beszélni, kavarokról beszélni, sok mindenről lehet beszélni, és a lényeget ugye el lehet tüntetni. De van onnan. És hát örömmel jelzem, hogy ebben a kis puttonyban nézzük meg, gyerekeket visznek. Szinte ilyen kis csecsemőkorú gyerekeket. Nem tudom, hogy hát majd úgyis lesz szünet valamikor, hozzá visznek valamikor. Emiatt oda lehet menni és meg lehet nézni. Szegény nők társadalmi helyzete mit mutat? Ki viszi a terheket? A jövőt a vállán? Ezek az asszony. Nézzük meg sétál. Ezek a férfiak, nézzük meg cipekednek. Tehát nem tudom, hogy érzékelik-e dolgokat. De se baj egyébként, hogy a kis lóval mondta annak idején, tényleg se baj, az élet már csak ilyen. Igen ám, de van egy izgalmas tétel. Itt a kellő közepén van egy alak, és ezek nem gyerekeket cipel.
Tehát nem a jövőt viszi a vállal, hanem, hát mondanám, csomagokat. Hát jó úti pontjász, hát valamit meg kellett festeni, de azért ne felejtsük, ez egy nem fénykép, életképi jelenet. Nézzük meg a képnek a közepén van. Tehertétel, valami cipel, és még valami, nem fiatal gyerek. Hát ilyenkor mondani szokták, hogy a vállon a vállalások, az életkorok mit jelentenek, és mivel egy nép vonul, még egy nagyon fontos tudnivaló, nézzük meg gyerekek, érett férfikorúak, fiatalok, öregek, tehát mit jelent? Az idő is vonul. Tehát az emberi élet teljessége vonul. Ennek a bejövetelnek, mivel vannak gyerekek, van jövője. De majd látni kell, hogy ez a jövő nem olyan egyszerűen tud felcseperedni és megnyomni. Itt majd sok áldozatot kell lehozni. Na most melyik bolygó tulajdonság jelenlétére jellemző az, hogy tehertétel meg van görnyedve, öreg életkor, fáradtan megy cippel, egyetlen egy bolygó tulajdonság sűrűsödik össze, Szaturnusz. Most a Szaturnusz az a küszöbőre, jó értelemben a megtartó erő, de itt látni valahogy nem megtartó erőről van szó, hanem fáradozni valamiért. Tehát első bejövetel lesz ennek még folytatása. Ezért, hogy ez tartós legyen, meg kell küzdeni. Szekerek vannak és lovak vannak, hadak vonulnak, ez maga a hadak útja. A ló, azt gondolom, tudjuk, a nyilasnak a keleti megfelelője. Nyilas csillagkép irányába a tejút központ felé lehet betekinteni. Tejút központban van ez a bizonyos generatív teremtő erő, amely 100 vagy 200 milliárd csillagot tudok létrehozni itt a tejút rendszeren belül. Tehát az atyai teremtő erők emel szintű központja, kozmikus szinten. Tehát lehet látni, lovasni, nyilas tulajdonságok képvisel, jönnek. Szekeres pedig a túloldalon van a nyilassal a szemben, bár itt mögötte van, hát ennyire hangsúlyos, és tudom, hogy mindenféleképpen a hadak útját látjuk. Miért? Mert a had a régi magyar nyelven, nem is annyira régi, tegnap előtti magyar nyelven, mi nem csak hadakozást jelent, hanem nemzetség is had. Tehát a had, hadak útja, ez nem csak hadjáratok és hadi alkalmak, hanem maga nem a nemzetség, a lelkeknek az útja. Tehát hadak útján vagyunk. És a Bika és az Ikrek csillagkép között van fönn az Auriga, a szekeres, és a túloldalon, a nyilas túloldalán, ott lehet vagy a Bika, vagy az Ikrek irányába a nappályára lejönni. Tehát végeredményben egy nagyon szép, mozgó, dinamikus képet látunk, és még valami, túlmadárról már volt, szó volt, hogy nem a várakozásnak megfelelő, hol ilyen, hol olyan, mindenféleképpen fekete és sötét. Nézzük meg, kilóg a képkeretből, tehát ez azt jelenti, hogy áttöri a képkeretet, ez azt jelenti, hogy túlmutat magán, és még valamit, kit követünk mi, hogy ide bejöjjünk. Hogy bejöhessünk. Hát ha követem a madár útját, akkor ő a jövőből repül szembe velünk. Hát hiába tudom, hogy zászló, de azért mégiscsak ez képírás is. Ott van a madár. Tényleg csak a kedvünkért jelző, hogy nézd meg, áttöri a képkeretet. És minden felé irány. Na ez a túl. Ez fog kiteljesedni Attila idejében. És hát nyilván, ha a zászló abba az irányba teljesedik ki, akkor merről fúj a szél? Minden focista tudja itt a győri pályán, és nem mindegy, hogy széllel szembe játszik a csapat, vagy mondjuk hátszéllel játszik. Miért? Mert ha jó hátszerünk van, rúgok ekkorát, szél felerősíti a labdát, kicserezi a kapust, és becsapódik a lécalát. A szembejátszó, hogy hiába rúgom meg a labdát, vissza fogja fújni. Tehát mondani szokták bölcsek, gyerekkoromban mindig mondták, széllel szembe, lézer technikát nem alkalmazom. Érthető legyen, mert hát vissza fogja fújni. Tehát még ez is jó.
De mégis ez a kettőség, de ez még eszmeileg gyönyörű szép, hogy fáradtsággal lát. Az nem a szomszédból jönnek. De mivel javított programot keresünk, tehát valamit meg kell majd ismételni. Tehát jelen kell lennie a hiba tényezőnek. Mi volt itt a hiba? Tehát miért nem lehetett Attila után Csabának itt már kialakítani azt a világot, amit majd Árpád vezér révén a Szent Korona útján találunk meg? Hát az, hogy nem csak lovak jönnek, nézzük meg, hanem itt van két sötét szürke, négy lábú állat. Két teme. Teme. Tehát mutatom, de majd szünetben meg lehet nézni. Itt egy teme, ott egy teme. Szép hattyú nyaka van, de mégiscsak teme. Na most, ha magyarul olvassuk le, és viszont tudjuk, mert megint Papp Gáborra utalok, ilyen-olyan okok, ügyek miatt előjön mindig az állatövi tulajdonságoknak a kérdésköre, és hát minden állatövi jegy és csillagkép tulajdonságának megint érthető módon van ideális kibontakozása és van elfajulási lehetőség is. A nyilas elfajulási lehetőségét melyik állat fogja hordozni? Teve. A teve. Tehát maga a teve. Magyarul ráadásul a teve kísértetiesen emlékeztet még valamire. Naponta nézzük, amikor nézzük. És még valamire a tévedésre. Hát amikor, most ne jegyünk meg, de, és ezzel kezdetét fogja venni a szünet. Amikor annak idején Őrsi órán, vagy Csuda tudja, hogy akkor ilyen ünnepségeken, november 7-e például, és lehetett tudni, hogy 8-án megyünk be az igazgató irodába, és mindenki kapja a maga igazgatói intőt. Miért? Énekel. És volt egy olyan, emlékezzünk vissza, hogy egy a jelszó, tartós béke. És akkor, hát az egész osztály ilyenkor békát. És hogy mit jelent Tibetbe is a képnyelv, mert tényleg nem gondoljuk komolyan, meg a hieroglifák is. Tehát ez azt jelenti, hogy a hanggal, aki megfelelő, de nem azzal a jelentéssel nyilván, hanem abból tudom következtetni, hogy miről van szó. Tehát, ha Egyiptomban megjelennek mondjuk békák, de ne ott jelenjenek meg, hanem magyar fából faragott sírjeleknek a tetején. Na most itt szoktunk kapitulálni. Miért? Mert ez most vagy babonás kegyeletsértés, vagy a jó ég tudja, hogy mi. Mert az, hogy békát valaki ugye oda megy és elkezdi puszilgatni, és gyönyörű szép valaki lesz belőle, ilyen tényleg csak mesében van. De temetőben ott van. Végvári József nyelvész is tanulmányában foglalkozott ezzel a kérdéssel. Nagyon egyszerű. Hát milyen szó jön a békával? Béke. 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 Csak nem mindegy, hogy egy kihűlt béke nyilvánvaló módon, de abban a pillanatban már eljutottam ide. Na most ugyanígy a teve a tévedésnek is. Egyfajta nagyon, hogy úgy mondjam, használt képjele. És megkettőződik. Tehát hunor magyar népe, vigyázz, itt valamilyen gond lesz. És nem Attilában van a gond, hanem Krimhildában, Detrében, Leóban, soroljam a akkori kornak a szereplőit, tehát nem tudnak fölnőni ahhoz a magaslathoz. És tulajdonképpen ezt meg kell újítani. És hát a megújításról meg akkor a három másodperc után is. Még azért van néhány kép, de most ugrottunk egy nagyobb. Első bejövetel volt a előbelemre, és ez a magyarok második bejövetel. És talán még így is lehet látni, hogy bizony ez az előző is ilyen teljes lapszélességű, oldalszélességű, elég nagy kép volt, de hát ez szinte majdnem a kétszerese az előzőnek.
a terjedelmét, magasságban tekintve. Az egy kicsit ilyen téglány alapú kerettel rendelkezett, hát ez meg szinte egy teljes minden irányban nagy négyzet világát idézi. Tehát ez az úgynevezett második bejövetel, de ott a piros tintás feliratnál nem ezt látjuk, az máshol szerepel. A szövegben szerepel, hogy végül is a magyarok Jézus Krisztus születését követő 677. esztendőben másodszor is bevonultak annónál. Tehát ez az a két bejövetel, amit már így értelmeztem. Mielőtt a képre rátérnék, egy-két idézet, egy-két műből, nehogy véletlenül lemaradjon, mert nagyon lényeges megállapításokról van szó. Itt láttam az asztalon is, Petrus Lanzánusz, Nápoly-Szicília követ, írt egy krónikát, a magyarok történetének rövid foglalata 1985-ben jelent meg, nyilván volt előtte is ma kiadása. Na, ő írja, tehát főpapi személyről van szó, aki Beatrix édesapja, nápolyi király követeként jár Mátyás udvarába, és ír egy magyar könyvet latin nyelven. Következőt írja Attila utáni időkről. Attila örök emlékezetre méltó férfiú volt, akinél sohasem volt és lesz hadierényekben kiváló, aki nemzetének, amelyből született, halhatatlan nevet és dicsőséget szerzett, amelyet sohasem lehet eltörölni. Gondoljunk az előző képek törlési technikájára, meg a múltat végképp eltörölni ezt rendszerekre, de tényleg soha nem lehet eltörölni. 2022-ben gyakorlatilag azért mégiscsak naponta napi élményként lehet egy attilai örökséggel találkozni és szembesülni. Újra fel kell tehát keresni, vissza kell szerezni, és ez a leggyönyörűbb, ez majdnem olyan magasztos szintet ér el, mint Thierry Amadé megfogalmazása. És újrajelzem, egyik szerző sem magyar. Tulajdonképpen új latin korban vagyunk, késői új latin lesz a francia, Thierry Amadé, ez pedig a középúj latin idézőjelben, mert ez megint nem állja meg így a helyét, Petrus Lanzánusz. Tehát vissza kell szerezni és erényekkel megtartani a hazát. És állandóan azon panaszkodunk, és sajnos érezzük a veszedelmeket, hogy az ilyen hazavesztés is benne van a kártyajátékban, a pakliban, ahogy mondanák kártyások. Tehát nem hiszük el, hogy ez hányszor kerül napirendre, olyan körökben, amikről betekintésünk nincs, aztán valami különös csoda végén hányszor kerül, de nem Eskürti Istvánról a kevesen tudják, de életének utolsó évét, hát pedig, hogy mondjam, azért megkapta maga bíráló méltatásait, és méltán, hát ilyen aggódó sírással töltötte el. És majd megtárgyalhatjuk, hogy mi. És a bizonyos körökben, amelynek tagja volt, hát elég jól támogatott. Hát nehogy azt higgyük, hogy olyan biztosak a dolgok. Ezen a hétköznapi szinten eléggé változékonyak, egy magasabb szinten meg állandóan stabilak és biztosak. És gondolom tudjuk, hogy akik időnként határokat rendeznek, azok nem szoktak örök határokban gondolkodni és területekben. Tehát fel kellene bizonyos dolgokra, pró vagy kontra készülni. De általában mindig történik valami, mindig csodálkozunk, közben egymást, én nem tudom honnan veszünk ezeket a rögeszméket, de emlékezzünk vissza, amikor naponta ezt lehetett tévében, rádióban felelős politikusoktól, értelmiségiektől hallani, hát Európában megszűntek a háborúk, nincsenek, sőt, hát emlékezzünk vissza, nincs szükség olyanra, hogy haderő,
meg egyáltalán. Hát katonaságra nem csak harcászat miatt van szükség. Lehet földrengés, lehet árvíz. Ezerféle feladatot kell ellátni. El lehetett hitet. És közben mikor voltunk? Jugoszlávia szétesésének olyan pokoli gyilkos háború, hát az azért az ember úgy érdemes lenne végig gondolni. Vietnam nem Európában van? Nem a középkorban. Szemrebbenés nélkül kamerába bemondják, én most nem mondom, hogy kicsoda egyébként, hát egy talentumnak a világához tartozik hozzá, hogy hát minden ilyen teljesen fölösleges, mert hát Európa a béke, itt nem volt háború, nem is lesz háború, és nem, Barcsot bombázták. Világos? Emlékezzünk vissza. És a Donyec medence Ázsiában van véletlenül? Hol élünk? És ez tényleg egy ilyen Mário és a varázsló esete, mintha el lennénk varázsolva. Tehát olyan dolgok történnek, hogy szemünk láttára történnek dolgok, hát olyan nem lehet. Ha miért lenne? Ha mindenki csak jót akar. Igen, mennyből az angyal? Tényleg. Annyira mindenki jót akar a föld golyóvison, hogy a Pol Pot rezsim is milliós nagyságrendben intézte el a gyors boldog halálnak az útvonalát. Gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Tehát ha tényleg tündérországban élne, tényleg ilyen Elysium lenne, tényleg ambrózia és nektár, csepegne gyakorlatilag minden izzadság cseppből ki, akkor az ember azt mondja, hogy jó rendben van. Ehhez képest első világháború, második világháború, iszonyatos pusztítások szenvedése. De nem. Na minden esetre ez a naivitás viszont egy elképesztő hatékony védelmi rendszer jelenlétére is utalhat. Mert amennyire rossz és amennyire felelőtlen, annyira megejtően gyermeki ilyen. Ugye szinte gyermeki. Na már a gyermekek is sajnos több mindent el tudnak képzelni, mint a szüleik. Viszont ha tényleg nem számolunk jó idővel, rossz idővel, élettel, halállal, hideggel, meleggel, hát ami az élet forgatagához hozzátartozik, akkor az azt jelenti, hogy nem tudunk tervezni, nem tudunk végig gondolni dolgokat. Tehát vágyálmokat keresünk, kergetünk, képzelődéseket. Hát Vörös Marti Mihály a merengésről nagyon szépen fogalmaz. Merengünk. Merengünk. Ez nem a reménykedés, ez a merengünk. Mereng, bambú. Elbambul két akciófilm közepén. Történetesen. Azért legyen benne némi horror ellen. És egyfolytában a világot a horrorba, a félelembe. Mindenhonnan a félelem, filmből, történésekből, hírekből, katasztrófa, súlykolják. Szellemi eszmei síkon a félelem azért nem a fénynek a közegéből fakad. Tehát egészen máshonnan érkezik. És ha valaki csak a félelem nyelvét használja, csak félemlíteni tud, csak elrettenteni, csak lelombozni, és járulunk hozzá, hogy újra megtegye. Egyébként ez is olyan lélektani trükk, ezt mindenki tudja, ez olyan, mint az állattartás. Az állat a kínzójához ragaszkodni fog egészen addig, ameddig el nem szalad, vagy ha ló le nem rúgja. De elképesztő módon tudtunk. És végeredményben a tűrés és a türelem tényleg hozzátartozik a dolgokhoz, de ha úgy fogjuk fel, hogy addig szenvedünk, rendben van, szenvedünk, de akkor legyen egy célkitűzés, hogy megértem végre, hogy mire van ez a szenvedés. Mit nem látok tisztán? És hogyha az ember úgy kéri vagy látja, akkor valószínűleg a válaszokat meg is kapja. Kérjetek adatok, kopogjatok, mennyit. Tehát hánykódunk, sorolódunk. Most ezt nem azért mondom, mert az ember tud jobbat, vagy nem tud jobbat, hanem az, hogy legalább a helyzetünket ismerjük fel. Ugye ez nem természetes.
Ennek nem így kellene lenni. Tehát újra elmondom, pedagógusok, amikor panaszkodnak, szülők, amikor panaszkodnak, gyerekek, amikor panaszkodnak, miért nem fognak össze? Miért kell egy 7-8 éves gyereknek hegyi mentőket, serpákat megszégyenítő hátizsákokkal rohangálni iskolába, világos? Gondoljuk végig ezeket. Miért kell túlterhelni a gyereket, miért kell túlterhelni a pedagógust, miért kell túlterhelni mondjuk a kit nem említettünk még, hát bárkit, az egész családot vagy bárkit. Tehát rabszolgatartó társadalomban, és ez Gárdonya művében, láthatatlan emberben nagyon szépen kirajzolódik, megint mindenki tudja. Rabszolgatartó társadalomban a rabszolga legnagyobb ellensége nem a rabszolgatartó, hanem a másik rabszolga. Világos? Aki megalkuszik, aki feljelenti, aki ütlegeli, aki bántalmazza, egy ilyen kis hangyányi, boldogabb jövő reménységében. Na minden esetre tehát javított programmal kellene találkozni, és ahhoz, hogy megtörténjen, ahhoz tényleg csodáknak kell történnie. És Petrus Lanzánusznál ez a fajta figyelmeztetés, nem is figyelmeztetés, mert Mátyás király idejében ez természetes volt, hogy az erény tartja meg a hazát. És nem a sokaságon van a hangsúly, hát Dobó István híres, akár a regényben, akár a filmben, Simkovics Imre által emlékezzünk vissza. Hát inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. És nem azért, mert nyulakra nincs szükség, és az oroszlán annyira pozitív, mert nyilván itt egy harci minőségről volt szó. Hogy itt nem mennyiségi mutatókról van szó, hanem minőség, belső hozzáállás, elszántság, kiállás, kockázatvállalás, és akár a legvégsőkig elmenő áldozathozatal, de azt is tudni kell, hogy van értelme, vagy nincs értelme. Tehát nem egyszer ókori, középkori példák adják, hogy a hősünk, akit nagyon tisztelünk azóta is szeretni, már az első csatában gyakorlatilag feláldozta volna az életét. Kipofozták a csatamezőről. Miért? Ne ugrabuk már. A jövőnek szüksége van rá. Hogy eljön nyilván az ideje. Tehát ezeket is érzékelni kell. Hogy mi a vakmerőség, meggondolatlanság, a nagy felület, és a bátorság, és a megfontoltság, és a valódi elszáll. Hát amíg nem teljesítette be a küldetését, elnézést, ne áldozza fel az élet. Világos. Mert benne van minden reménységben. Ha úgy is tudjuk, hogy bármikor képes lenni rá, de végig kell vinni dolgokat. No, a következő viszont így folytatódik. Miután erények kell megtartani a hazát, amely az oly híres férfi testnek is sírját őrzi. Tehát Petrus Lanzánus ugyanazt mondja, hogy Attila király örökségébe jönnek vissza. Tehát vissza kell menni, vissza kell szerezni. És vállalni kell. És a folytatás az természetesen gondolom tudjuk, hogy történik. Hát emese álma. Hogy válik az álom valóság? Hát mi is itt mesélgetünk, álmodozunk, hát ehhez képest Hemese álma gondolom érzékeljük, mert én száraz tudományos leírásnak tűnik, de óriási figyelmeztetés. A krónikások vagy egy népemlékezete az nem a mai racionális oknyomozó történelemtudomány baloldali agyfértek és készjárására vezethető vissza. Minden magyar krónikában és gesztában egy álom, egy nőnek az álma ugyanolyan hangsúllyal szerepel, ugyanolyan terjedelemmel, mint a haza visszavételének megvalósulása. Ha képzeljük el, hogy történésznek valaki az álmáról beszél, de arra ugyanaz egzakt tudományban itt ne álmodozom. Na de pont ez a lényeg, hogy emberről van szó a történelemben, a hitelesben, tehát ahol még emberek alakítják.
és életünknek, ha nem is a felét, de nagy részét, milyen állapotban töltjük el. Nem ébredében, hanem álomban. Magyarul ez mit? Hozzá tartozik az életünkhöz. A Gilgames eposzban, ha valaki végigolvassa, akkor azt tapasztalja, hogy a 12 tábla szövege közül, hát nem azt mondom, hogy a fele, de a harmada az tulajdonképpen álomvilág közegében történik meg. És ha Gilgames és Enkidu, a két jóbarát nem lát tisztán, akkor hogy biztatják egymást? Jöjjön az álom, szóljon az Isten. Tehát az Isten leghatékonyabb módon, vagy az a kapcsolatrendszer, miért? Mert a hétköznapi világ azért elég anyagba ágyazott, eléggé szilárd, eléggé az érzékszervi működésnek van kitéve, tehát az államban sokkal oldottabb. Tehát nem kötődünk annyira az anyagi valósághoz. És ezt az ellépést, elszakadást, eloldódást jó módon tudja valaki felhasználni, akkor naponta oda juthat el, ahol a jó Isten alussza az igazak állnak, és nincs tévedés, ugyanis a nagy szellemi hagyományok közepette, és ez nem csak a hinduizmusban van így, de ott nagyon ismert, és vagyis onnan nagyon ismert. Beszélnek a teremtő világáról, Brahmának nevezik. Beszélnek arról, hogy van Brahmának, tehát Brahma nappala, és Brahma éjszakája. És még hozzáteszik, hogy van olyan is, hogy Brahma álma, tehát álmodása és ébrenléte. És tulajdonképpen meddig tart a világ? Egy kicsit fordul majd a kocka. A világ addig tart, mert Brahma, a teremtő, alszik. És ő álmodja a világot. A meta-univerzum. Ismerjük már ezeket a internetes, számítógépes valóság megzavaró játékokat. És képzeljük el, a gyerekek ebbe fognak fölni. Ez tényleg már valami, ez föl se tud nőni. Teljes tudathasadásos állapotok vannak előkészítve. Persze csak úgy jó, mintha moziba 3D-ben látnánk dolgokat. Ismerjük remélem ezeket a programokat. Már gyakorolják. Már napi renden van. Van olyan ismerősünk, 20 percig volt a fején ez a bizonyos játék, és azt mondta, hogy órákig nem tudtam utána, hogy mi a valóság. Felnőtt férfi ember 20 perces ilyen játszadozás történeten belül. Na de, és emlékezzünk vissza, amikor először hallottunk a mobiltelefonról, amikor először hallottunk a televízióról, amikor először hallottunk az autóról, gyerekkoromban valakinek autója volt, letérdeltünk. Új, forgalmas városi utcán egész nap futballoztunk. És ha arra ment egy autó, akkor mit keresik? Mit futballozunk? És akkor a téglákat, ami a kapukat jelentette volna, kicsit ilyen sértődöttre tettük odébb. Na most mi történt pár tíz év alatt? 60-as években televíziózás, még egy-két helyen volt televízió, és a szomszéd utcából is a kis széküket vitték este a nézni. És mindenhol. Aztán telefon. Valakinek volt telefonja. Hogy ez nagyon értelmiségi lett, ez nagyon fontos embernek. Aztán már dobják az ember után. Aztán a mobiltelefon, aztán a bunkofon. És csak azért mondom, aztán az internet, aztán a laptop. Hát már iskolákban van. Csak azért mondom, hogy ha valaki még nem fogta volna föl, hogy hol élünk és milyen korban, az egy kicsit gondolja végig a saját életét. Hogy mi fenyegethet akkor, hogyha még arra gondolunk, hogy ez még nincs itt, már rég itt van. Már be van vetve, már gyakorolnak vele. Na minden esetre, hát túlságosan is mindig ellel kalandozgatunk, ez vitathatatlan tétel, és éppen ezért én lezárom ezt a gondolatmenetet, mert nagyon nagy baj lesz, tehát maradunk az álomnál. És itt válik izgalmassá a dolog.
végeredményben jön valaki, aki eleve úgy fog majd megszületni, szinte szemünk láttára, fülünk hallatára, hogy az édesanyja álmában, csodálatos álomban látja, hogy ki lesz az érkező. Közben pedig az édesanyjáról így nem tudom, de ennek a születendőnek az édesapja mégiscsak Attila király nemzetségéből származik. És ügyek is, előd is Attila király nemzetségéből származott. Ed is Attila király nemzetségéből, Csaba királyfi is. Csak ez nem elég. Tehát egy ilyen hatalmas évű világtörténelmi tett végrehajtásáról nem csak genetikai úton kell az ősöktől származni, hanem az égből is származni kell. Tehát ha nincs egy Isten adta, hogy úgy mondjam, lelki többlet, akkor ilyen nagyszabású történelmi tervet igazi lelki erő híján nem nagyon lehet végrehajtani. És ez egy gyönyörű jelzés egyébként, hogy hogy működik az a rendszer, amikor valaki a múltból, én úgy vagyok, hogy 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen, és amikor tényleg ráemlékezem, és tényleg azt fogom írni, amit ő mondott. Tehát ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit akart Attila, ahhoz egy attilai örökségnek újjá kell születni, reinkarnálódnia kell, újra meg kell testesülnie. És ameddig ez nem történik meg, ne felejtsük el, Csaba királyfi egyből kongatja a harangot. Visszamegy az ázsiai őshazába, ázsiai Szkítiába, Bendegúszt még nagyon fiatalon, vagyis nagyon öregen találja, de még teljes épp szellemi frissességben. Bendegúz az ő nagyapja, vagyis Attilának az édesapja, aki már nagyon öreg, és a nagyon öreg és a nagyon fiatal összeteszik minden tudásukat, a fiatal az erejét, az öreg a bölcsességét, és mire biztatják a magyarokat? Azonnal jöjjenek vissza, hova? Pannoniába. De nem jönnek azonnal vissza, miért? Mert ameddig onnan nem érkezik az, aki bennünket vissza tud vezetni, haza tud juttatni, addig csak kóvágás és tévedés lenne az. Lehet, hogy nagyokat győznék, lehet, hogy bejutottunk volna, de gyakorlatilag előbb-utóbb valószínűleg téglábot nem. Tehát meg kell várni valakit. És ez döbbenetes dolog minden emberi életben egyébként, és Mátyás udvarában, Mátyás ezt foglalkoztatta a legjobban, amikor csillagászokkal konzultált, hát ő maga is gyakorolta a csillagászat, asztrológia, asztronómia tudományát, hogy minek, mikor jön el az ideje. Tehát nem lehet előtte, nem lehet utána, hanem a megfelelő időt kell eltalálni. Hát ez az én is nézni. Tehát ma, nem tudom, hogy most mi a helyzet, de most már egy kicsit ez enyhül, de egy biztos, 10-20 évvel ezelőtt a született egy gyerek, 100 gyerekből 99 hogy született meg. Időre született, vagy gyorsították? Hát gyorsították. Senki nem kérdezte meg, hogy miért. Hát könyörgöm majd el, mert egészen más az, hogy már késlekedik, már tényleg jönnie kellene. Miért kell gyorsítani? A gyümölcsöt a fáról éretten szedik le, vagy éretlen? Éretlen. Hát minden gyakorlatilag idő előtt erőszakolva tesznek meg. Tehát ez mit jelent? Nem tud beérni. Nem tudja a saját világát leghatékonyabb szinten kiteljesíteni. Magyar beérek, érett vagyok rá. Annak előtte még éretlen voltam rá. De feléje haladtam, de elnézést, akkor is életlen volt. Éppen baráti beszélgetésből lehet tudni, hogy emberek szerelmek. Néha hány évig várnak egy olyan beteljesedésre, amire korábban ők maguk, s hányan vagyunk így. Hiába találkozom vele, életlen vagyok. Nem tudok úgy viselkedni. A legjobb ilyen karra, hogy tényleg nem jött el az ideje.
És ha eljött az ideje, akkor viszont nincs halogatásnak ideje. Most ma általában vagy halogatunk, vagy szabotálunk, hát a kettő ugyanazt jelent, vagy gyorsítunk, esünk rajta túl, tehát teljesen fel van fordulva a téridőrendszerünk, a belső a lelki. Tehát ki kell várni. És ők érdekes módon öt nemzedéknyi időt ki tudtak várni. És mi jelzi, hogy megtörtént? Az ál. Tehát emese ál. Egyébként emese neve annyi mindent jelent a mesétől a miséig, hogy ezt megint végig lehetne játszani, meg milyen tulajdonságkör, ez az emse tulajdonságkörnek fog megfelelni évköri keretek között. Tehát mindennek megvan a jelentése. És mi az, amit álomban megtörténik? Leginkább Anonymous Gesta Hungarorumából ismerjük a történetet, és megint lehet érezni, mi az, amikor mi mondjuk el magunknak, és nem beszéljük túl. És milyen az, amikor valaki, aki nem mi vagyunk, de nem ellenünk van. Érdekes módon a mai észjárásunk lényegérzékelésére ők néha jobban rátapintanak. Gondoljunk Pierre Yamadére és Petrus Anzanusra is. Na most, Anonymousnál mindössze az szerepel, igen, nem, de elég ennyi, hogy isteni csodás eset történt. Na most keresztények vagyunk akkor, mert ez Szent István után valamelyik Béla király idejében valamelyik Béla királynak volt a notáriusa. És miről beszél? Úgymond Szent István előtt vagyunk, tehát pogány. Isteni csodás eset. Mi történik? Utána ismétlődik, isteni látomás képében egy turulmadár. Na most akkor milyen madár ez a turulmadár, ha isteni látomás képében jelenik meg. Nem nehéz kitalálni, itt el lehet a Szentlélekhez jutni. Mert a Szentlélek madarai között nem csak a galamb van, annak megvan a sajátossága, és a galamb nem azonos a túlra. De amikor ennyire hangsúlyos, hogy isteni csodás eset, isteni látomás képében turulmadár, és tudjuk, hogy a turul mégiscsak koronás fejű sólyú madár, és még valamit lehet, születés jelent be. Akkor véletlenül van-e ilyen típusú csodálatos születés, ami megint csak egy madárhoz fog társulni, amit nagyon nem szeretnek egyébként hallani, téli napfordulót követő napokban, 24-éről 25-ére véradó éjszaka van karácsony. Újra és újra el kell mondani, hogy Szent István után, ha 1000-ben koronázták őt meg, vagy 1000-től számolunk vele, nyilván van előtte is, de legyen nagy lelkűek, 1022 évvel telt. Mégsem a mai keresztény fogalmak szerint nevezzük Jézus születése napját, az Úr születése napjának, Jézus születése napjának, és mindenhol így hívják. Mert az Úr megszületett, mert Jézus megszületett, karácsonynak nevezik. Ez pedig a kerecsennek a hangulatja. És ez egy túl nemzetség. És elég ennyi, gondolom, nem kell ezt túl beszélni és túl ragozni, ugyanis Petrus Ranzanus nem Anonymousból indul ki, nagy valószínűség szerint, hanem egy ilyen élő beleven, nem írott hagyományból, ahol neki például mondja. És Anonymousnál, emese álmában a méhéből csodálatos patak indul el, jön az eszmerendszer magyarázója, és azt mondja, elfolyt a magzatvíz. Megmagyarázza. Tényleg, minden meg lehet magyarázni, igen. Hát ez erről szó, nem kell ennek nagy jelentőség, de hát ilyenek a magyar. Elfolyik a magzatvíz, és ő azt álmodja, hogy nem tetszik látni, hogy itt már milyen súlyos, hogy úgy mondjam, bágyálmokról van. Szóval egyszerű szülészi eset, szólunk a bábának, a szülésznőnek, szülészorvosnak, és akkor a dolog el lesz intézve. Túróci János krónikájában, ugyanúgy Petrus Ranzanus körüli időben, Mátyás király idején, már a patak kap egy jelzőt.
fényes, ragyogó. Itt úgy már lehet érzékelni, hogy hát eltelt pár száz év, azért magunknak is meg kell magyarázni, hogy itt valami fényes dolog indul. És ehhez képest nézzük, hogy fogalmaz Papus Anselmus. Ámos a legtekintélyesebb volt abban a nemzetségben. Attila király nemzetségéből származott. Ez a férfi anyjától kapott Istennek tetsző nevet viselt. Egy római katolikus. Ha még inkább szigorítani akarunk a megfogalmazáson, akkor judeo-krisztián főpap. Hogy fogalmaz külföld? A pogányról. Ez az ember Istennek, anyjától, édesanyjától, Istennek tetsző nevet kapott. És az a megrökkentő, hogy a magyar krónikákban és a gesztákban, ez tényleg döbbenetes tétel egyébként, álom, tehát az, hogy álom, majd látni fogjuk, és hogy ő álmos, ezt mindig magyar nyelven adják tudtunkra. Tehát hazai nyelven, saját nyelven, a szomnió, az álom, majd itt is lesz, az tulajdonképpen álom. És itt látjuk például a képes krónika ilyen gótikus betűi közepet, tehát az oda vonatkozó szöveget nem vetítjük ki, magyarul van odaírva, hogy álom. És hát álmos neve nyilván erről az álomról fogja kapni a maga nevét. Anyja ugyanis, amikor megszülte őt álmában, egy turul madarat látott magához repülni, és az behatolt méhébe, ahonnan később nagy ragyogás és fény közepette, ő megszületett. Most ki az az ő? Most álmos született meg emese álmában, vagy? Hát ez a turul. Hát a turul madár repül be, nagy ragyogás, fény közepette. És ő születik meg. Közepette ő megszületett, és annak nagy fénye eljutott a földkerekség legtávolabbi részéig, és ott maradt, de kibocsájtott mindenféle fénysorokat. Hát ez olyan, ha csak egy ilyen szövegünk lenne mondjuk, erre a korra való visszautalásként, hát minden iskolában, óvodában, minden háztetőn ennek kellene jól látható helyen vagy házfalán. Ott lenni. Fényfolyam. Tehát fényérkezésről van szó. Fénykiáradás. Tehát maga a fény fog megtestesülni. És ez már elég izgalmas dolog, miért? Mert vannak olyan gnosztikus, apokrif, őskeresztény leírások Jézus születéséről, és eleve a festészet is igen gyakran, még a reneszánsz korban is, hogy ábrázolja. Földre születést. Nem a jászolba fekszik Jézus, hanem a földön fekszik. És mi az, ami kijön a testéből? A fénysugarak jönnek ki a testéből. Miért? Mert a világ világossága született meg. Tehát a fény testet öltött, az ige testélő, és lakozik mi közöttünk. És nem azt mondom, hogy a kettő ugyanaz, nem azt mondom, hogy édes testvérek, de hogy a rokonak képzett kör, az egészen biztos. Fényből születnek 2022 évvel ezelőtt, és fényből kell születni. Hát ha a képes krónikát veszünk alapul, akkor a 600-as években Jézus születése után. És eljutott a földkerekség legtávolabbi részéig, és ott maradt. Na szegény magyarság, hogy szól a küldetés? Hát nem csak egy helyre, hanem amit örökségként kaptunk, ami fényként fényé tehetünk, azt mindenhol el kell nyugtatni. És akkor mondani szokták, igen, mert szent királyok nemzetsége annyi szentet boldogot adott, és hát a magyar szentek gondolom tudjuk Afrikától, Ausztráliáig, Mexikótól, Új-Zélandig, hát mindenhol, sőt Japánban is körös-csomos ember volt iszatva. Titulussal rendelkezik, de nyilván nem ebből a nemzetségből származik. De a fénynek el kell a földkerekség, bárhonnan nézem, ahonnan vagyunk a legtávolabbi ponton is juttatunk. Mely sugaraktól minden világ fény kapott, mivel a hunok nyelvén
írja Petrus Ramszánusz. Most képzeljük el ezt az élményt. Tehát kikkel beszélhetett a főpap? Mármint Petrus Ramszánusz, püspöki rangban, hogyha jól emlékszem. Kikkel tárgyal? Akikkel tárgyalt, végeredményben, ha tudták, hogy ő krónikát fog írni, akkor mindig ragaszkodtak valamihez. Ennek van magyarul jelentése, de minden szónak van, de itt nem engedtek. Egy krónikás sem engedett. Magyarul írják mindig oda, hogy álmod. Ilyen-olyan módon. És ő is, aki lehet, hogy ezt szót nem tudott egyébként magyarul, minden esetre szomusz álmot jelent, mivel a hunok nyelvén, vagyis a hun nyelv, a szkíta nyelv, az magyar nyelv. Magyar nyelv, hun nyelv, ugyanaz a nyelv. Hunok nyelvén a szomusz álmot jelent, a tőle született fiú álmosnak nevezte el. És miután visszaugrok most a Anonymus Gesta Hungarorumához, még egy apróságot gyorsan meg kell említeni, erről az álomról kapta tehát álmos a nevét, írja Anonymus, mert mindenki okos egyébként minden időben, és ő is. És a maga módján Anonymus is, a névtelen szerző is, úgymond egy kicsit segít nekünk. Ha ebből nem ért majd egy utókor, akkor miből értsünk? Tudtok latinul? Mit mondana akkor minden írásnak? Persze, hogy tudok. A latinul mit jelent az, hogy álmus? Azt jelenti, hogy szent. És ő maga írja. Tehát ez nem a sanctus fokozatú, ez egy életszentség latin nyelven az álmus. Mivel latin nyelven írja Anonymus, az álmus azt jelenti, hogy szent, az ő neve pedig álmos, és mivel ezt jelenti, hogy álmus, tehát szent, és mivel szent vezérek és királyok származtak tőle, ezért nevezték álmosnak. Magyarul azért vannak jólátó képességű történészek is, ilyen volt Dümmer Dezső, és mindenki elmondja, tulajdonképpen a Turul nemzetségnek a szentsége, az Árpád-háznak a szentsége. Az, hogy 30 és 40 közé tehető, hol van a világ történelemben olyan család, olyan nemzetség, amelyik egyként 30-40 szentet boldogot ad egy vallásnak. Ez az Árpád-ház. Csak Szent Istvántól harmadik Andrásig. Gondoljuk még, ez csak 300 év. 38 boldog és szent van bejegyezve. Mondok egy egyszerű példát, negyedik Bélának van 7 lánya, a 7-ből majdnem 6, de 5 boldoggá és szenté van avatva. Ki Lengyelország nemzeti védőszentje? Negyedik Béla legidősebb lánya, Szent Kinga vagy Kunigunda. Ki szól hozzánk közvetlenül? Szent Margit. És van Szent Jolanta, van Szent Konstanca, ezek mind az ő lányai voltak. Csak azért mondom, hogy úgy érzékeljük, hogyha csak ilyen módon indulunk el. Tehát majd mondanánk hallatlan, és szinte hihetetlen ez a teljes. És nem Szent Istvánban van a forrás, hanem Attilában és Emese álmában. És ezért van az, és mindenki úgy tűnődik, már álmos szentnek tartják. Igen, álmost is, Árpádot is. Például magyar népi egyházi énekek, Maszkó Mária szokta énekelni, de mások is, csak esetleg onnan lehet könnyebben rátalálni. Vannak olyan egyházi népi énekek, hogy Árpád vezérről szólnak, hogyha ezt a nevet halljátok, mintha szent oltár előtt állnátok. És képzeljük, ez már római kereszténység, 1700-as, 1800-as években. És már van reformáció, már szétszakadta. A egyfelekezet gyorsan kettőre. És ezt a nevet halljátok, mintha szent oltár előtt állnátok. Elmegyünk a sokat emlegetett Kismartoni Eszterházi kastélyt felkeresni. Eszterházi Miklós nádor volt, a fia Eszterházi Pál nádor volt, és ott vannak a homlokzaton a magyar ősök.
Na de meddig vannak? Pont addig, ameddig, hogy úgy mondjam, ma elvárnánk, hogy ne addig legyen, hanem onnan indítsák. Szent István már nincs ott. Géza még ott van. És honnan? A szkítiai vezérektől kezdve, Béla Kele Kadosa, Buda Attila, egészen Árpádig. És Árpád van viszonylag központi helyen a bejárat fölött, és ekkora kereszt van nyakában. És néznek Bécsben. És újra jelzem, hogyha annak idején egy ilyen ember volt, vagy család a Habsburg párti, azért gondolom tudjuk, milyen üzenet ez Bécs irányában. Csak úgy érdekességként, csak úgy mellesleg, csak úgy gyapránként. Nézd csak, én ennyi ősümet tudom felsorolni. Te, mint Habsburg. Hányat? A 13. századtól tudják elindítani. Hát ezeknek akkor azért el nem tudjuk képzelni, hogy milyen üzenet éle volt. Úgy apránként, meg egészében is. És akkor még egy nagyon gyors családfakutatás, és akkor lassan a végére érkezünk. Képes krónikában hogy jelenik meg Álmos születésének históriája? Kinek nevelőn Álmos? Annak okáért, mert anyjának álmában turulmadár jelent meg, amikor áldott állapotban volt. Méhéből rohanó víz fakadt, meggyarapodott, de nem a maga földje. Ebből azt jövendölték, jósolták, hogy ágyékából dicső királyok származnak. Lehet érező szinte, visszafogja magát. Tud is tudjátok, most nem legendát írunk, hanem krónikát. De mégiscsak legenda is, és mondta is. És mégiscsak a krónikában van a hely. Miután a szomnium a minnyelvünkön álom, ama fiú származását álom jövendőlte előre, ezért nevezték Álmosnak. Aki előd, ő ügyel, ő el, most nem mindig fogom mondani, ő meg aki, most végig sorolom gyorsan a neveket. Bendegúz, ez Torda, Zemény, Etej, mármint Attila, Csaba és Attila véletlenül kimaradt, utána Bendegúz, Torda, Zemény, Etej, Apos, Kadosa, Berend, Zolta, Bulcsú, Balog, ez Zombor, ő Zámor, ez ő Lél, Levente, Kölcse, Kompod, ő Miske, ő Mike, ő Veszter, ő Budli, ő Csanád, ő Bökény, ő Bondorfán, ő Farkas, ő Otmár, Kádár, Belér, Keár, Kele, és Kelet, Dama, ez Bor, mármint ő Bor, Bán-Bán Bor nemzetségéből származott, ő Hunor, ő Nimrod, ő Tana, ő Jafet, Noé fia volt. Tehát teljesen pontosan rajzolódik ki. Hazát csak akkor lehet visszaszerezni, ha az ősforrásig visszataláltam. Ha az ősforráshoz visszataláltam, a jövőmbe majd a hazámat visszakapom. Másút egészen egyszerűen nem létezik. És ezt tényleg gondoljuk végig, hogy Nimrod, hát ez elhangzott végül is, hát még Noé meg Özönvíz. Hát milyen eszméletlenül távoli időben volt. És tényleg egy révülési röpni időben. Ezt mindig szemben, fejben kell tartani, mert így folytatódik a szöveg egyébként. A múltból hirtelen fordul a jövő felé. Akkor jövő. Álmos nemzetje Árpádot, Árpád nemzetje Zoltán, Zoltán nemzetje. Tehát oda-vissza, tehát ahhoz, hogy a jövőbe el tudjak jutni, a legmélyebb, legősibb múltba kell valahogy vissza kerülnünk. És hát sajnos a hétvezér jól vannak egyébként, semmi van velük. Miért a hetes rendszer? Záróképként a Terés Pap Gábor világított rá, amennyire egyszerű, a legegyszerűbb dolgokat a legnehezebb a mi időnkbe felfogni. Mert ilyenkor ott szokták a dolgot elintézni, hát a hét a szent szám. Na most 12-es számrendszeren belül, ha nekem tud valaki olyan számot mondani, aminek nem jelentős, nem szent, akkor az valami nagyobb tud. Akkor azt is tudja, hogy 5-ről 6-ra hogy jutunk, meg a 7, meg a 8 át neki.
Na minden esetre tehát a 7 az a mozgásnak a száma. Tehát ez azt jelenti, ezért lényeges szám, hogy valami mozgásba lendül. És honnan jön az a képzett kör, hogy mozgásba. Eleve volt egy álom, eleve vissza kell valamit szerezni, az álmot valósággá kell tenni, meg kell mozdulni, el kell indulni. És ha én föntről várom az útmutatást, földről nézve, szabad szemmel, napról napra haladva, hány fénylő, világító, égi testet látok, saját pályáján mozogva, bújdosva, haladva, planétaként. Hétnél nem kevesebbet, hétnél valószínűleg nem többet. Tehát a napot lehet látni, a holdat lehet látni, szabad szemmel ezt még belátjuk, utána jönnek a belső bolygók, tehát a Merkur, a Vénusz és az Estvajnácsillag, onnantól kezdve, tehát földtől nap felé befele, földtől viszont kifelé jönnek a külső bolygók, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz. Most Szaturnuszon túli bolygót, az Uránuszt, nagy valószínűség szerint valaki pár száz évenként, mikor olyan helyzetben van, lehet, én nem zárom ki, hogy észlelés számára teljesen láthatatlan. Na de körülbelül olyan, mint egy csillogó porszem az égen. Tehát fel nem lehet szabad szemmel fogni a jelentőségét. A Neptunusz meg már végképp nem lehet látni a Plutót, meg már úgy is megfoz. És képzeljük el, milyen vicces a dolog. Kinevezik a Plutót bolygónak, vagy összeül egy konzílium, nem is tudom mikor, 20 éve, és akkor megfosztják a Plutót. Ezek már elme betegségnek különféle határa. Tehát ő eldönti. Eldöntötte, hogy bolygó, meg azt mondja, figyelj, tegnap láttam egy filmet. Abban a filmben annyi ilyen plutónium arcú Plutó lakó volt, hogy én nem tartom ezt a Plutót bolygónak. De nem mond, képzeld el, én sem. Hozzunk egy rendeletet. Mostantól kezdve nem tudományos, ha valaki a Plutóból. Tehát gondolom érzékeljük, így él a tudomány, sok kiváló eredményt is díjazni, elképesztő eredmények vannak. Annyi mindent lehetne jóra használni, de amikor eszmével, tartalommal, fénnyel, szellemiséggel, lélekkel kellene megtölteni üres csontvázakat, akkor az nem jó, az nem szabad. Hát az nem tudományos, az nem létezik. Majd a biorobot, a humanoid, a mesterséges, képzeld el, a mesterséges intelligencia jobban tud sakkozni, mint én. Most, ha százszor jobban sakkozik, akkor sem lesz ember. Emberi értelme. Erre mondták, ez nekem nagyon tetszett annak idején, hogy egy százszor, ezerszer értelmesebb emberszabású majom, akkor sem lesz ember, hanem megmarad emberszabású majomnak. Csak százszor vagy ezerszer esetleg érdemes. És egyszerűen naponta hintik a porkot. Tehát eddig a majom volt a befutó, gondolom észrevettük, már lekerült a napirendről az én számolás. Most a mesterséges intelligencia. Majd rákapcsolódunk a mesterséges intelligenciára. Hát kapcsolódik a kapcsolódik. Majd rákapcsolódik. No, tehát napról napra végül is 7 bolygót látunk szabad szemmel fejünk fölött, tehát dolgozni pontosan szépen, hogy a csillag megy az égen, és ezek a bújdósok csillagok, ezek járnak. És miért hangsúlyozom ezt a napról napra? Mert a 7 minden napja tulajdonképpen, tehát a 7-es rendszer, a 7 nap rendszere, az a 7 bolygó rendszerre megy vissza. A hónap az a hold járására, az egy nap és az esztendő pedig a napnak a idejére, vagy működésére, látszólagos pályájára megy vissza. Tehát ezt nem én mondom, tehát ahol ilyen a időszámítási, számontartási rendszer, és ez egy meghökkentő dolog, hogy minden egyes napnak van egy bolygó megfelelője. Tehát ismert a példa egyébként, nem szeretnék tévedni, de vasárnappal kezdődik, gondolom tudjuk, a hét, az nem hétfővel kezdődik. Vasárnappal.
az utolsó nap az a szombat, mivel szabad. Tehát az tényleg maga a szabad a szabadtan egyetemben. Na most ehhez képest mi hogy nőttünk föl? Az első munkanap a rabszolgatartó társadalomban az valóban a hétfő volt. De ennek semmi kozmikus jelentősége nincs. De az nem a hétnek a fője egyébként, hanem a harmad lesz a fője. Bármennyire különös. Tehát visszatérve dies solis, ez, tehát ha egy római műveltséget veszünk alapul, akkor nem azt mondták, hogy vasárnap, hanem dies, ez a napja lesz. Tehát solis a napnak a napja. Aztán dies luna, ez a holdnak a napja, dies martis marsnak a napja, dies mercuria merkurnak a napja, ez a szerda, dies jovis csütörtöknek a napja, dies veneris pénteknek a napja, ez dies saturnus, mi az utolsó nap, ez a saturnusnak a napja. Igen, ám, de a magyar hét nap, hét bolygó rendszerben nem így alakul a napoknak a, vagy a bolygóknak a napra lemondható útvonalat. Hát ezt is Papp Gábor dolgozta ki, és nagyon érdekes, össze lehet vetni a magyar hét nap, hét bolygó megfelelést, hát a teremtés hét napjával. Az úgynevezett, most én is jobb híján így fogalmazok, indo-európai időszámítási hagyomány hét nap, hét bolygó rendszerét nem lehet összevetni. Bármennyire hihetetlen. Miért? Hát azért, mert abból indulnánk ki, hogy dies solis, vasárnap. A vasárnapban benne van az, hogy nap. Igen, ám, de ez a vásárnak a napja. Na most maga a vásár hangalaki úton vezér, tehát nyilván itt egy szellemi vezérettség fog megjelenni ebben az esetben. Hát itt mégiscsak sajnos azt kell mondanunk, hogy ez nap tulajdonságokra nem ér. Még csak véletlenül sem. És hogy illik, hogy kezdődik, hogy indul maga a teremtés a teremtés könyve szerint. Mivel teremtődik a világ? Igével teremtődik. Legyen világosság. És lőn világosság. Na most, a napot viszont, a holdat és a világítókat az Úr, a terem, hanyadik napon teremti meg? A negyedik napon. A negyedik napon. Tehát ne engem nézzünk ilyen kétségbe, sem tudom, hogy itt elő a Bibliát. Tehát bármennyire hihetetlen, az, hogy világosság, az, hogy sötétség, az, hogy nappal, az, hogy éjszaka, ez még nem nap és nem hold. Tehát a világosság és az éjjel, Brahma nappala, Brahma éjjele. Brahma álma, és amikor felébred, akkor van világvége. Tehát ez egy nagyon szép ilyen költői megközelítés, és nagyon szépen jelzi a világnak a működését. De visszakanyarodva megint. Tehát mivel a teremtés könyvében, nézze meg mindenki, negyedik napon teremtik meg a világít, teremti meg az Úr a világító éget. Nézzük csak meg az indoeurópai. Dies Mercuri. Merkur napja. Te nem így lehetne, valami nem sem. Ez nem a teremtés rendje. Tehát az ókori görög és római, hogy úgy mondjam, időszámítás, kozmikus ritmus figyelembe vérte, már mellévetődésen alapul. És ne csodálkozzunk, hogy tönkre teszik a környezet. Eleve nem egy megfelelő kozmikus ritmusban élik az életeket. Aztán hogyan lehetne még tovább menni? A pénteki nap érdekes módon ez a Vénusznak a napja, ezzel majd fogunk találkozni. És akkor eljutunk a szombathoz. Dies Saturni. Tehát Saturnusznak a napja. Igen, ám, de jön Jézus. És van egy probléma a szombat körül. És mi ez a nagy probléma? Hát az, hogy Mózes törvényei előírják például azt, hogy ha valaki közületek a szombatot megszegi, nézzük meg, ezek nagyon kemény törvények. Azonnal írtassék ki közületek. Jön Jézus,
vegyük elő a négy evangéliumot, és az egyik leggyakoribb vád mi ellen? Megszegi a szombatot. Megsérti a szombatot. Na most itt merül fel egy nagy kérdés. Szombaton szabad jót tenni, vagy nem szabad jót tenni? És akkor nézzük meg, hogy a magyar hétnak hétbolygó megfelelés, ami a hagyományból kiragozható, hogy alakul. Tehát az első nap, mivel igével teremtődik a világ, tehát kimondja, legyen. Hát ez melyik bolygó tulajdonságtól? Beszél, mondja, gondolatok, kapcsolatok, kinyilatkoztak. Ez lehet igaz, lehet hazugság, lényeg az, hogy beszél. Ez mind Merkur. És válságnak a napja. Most a válságban mi történt? Elmegyünk keletre, ott tudni kell, hogy gyakorlatilag a válság, de nem egy napon, úgy Szíriától, Irakon keresztül, hanem minden nap az egy Merkur szertartás, Hermész szertartás. Miért? Mert hogyha mindenki mit csinál éjjel-nappal, nem hiszük el, Damaszkusz utcáin állnak, és ha más nem, akkor képzeljük ezt a céglát, kiteszi. Csak valaki vegye meg, vagy szólítsa meg őt, hogy mit ad érte. Nem adok semmit. Na de két tevéért már csak meg lehet beszélni a dolgot. Tehát a kapcsolatrendszer. Tehát náluk ez nem hiba, nem bűn, ez nem a kalmárság, vagy nem tudom, hogyan lehet szépen, nem egy velencei világ, vagy egy bankállamnak, hanem mindent ez a fajta csere megbeszélni, megvitatni, ez nem üzletelés, ez a merkuri tevékenységeknek egyfajta abszolutizációja. És azért ne felejtsük el, Hermész görög mitológiában, Merkur megfelelője, ő tulajdonképpen nem csak a kereskedőknek volt az istene, hanem a tulajdonképpen is. Most a kettőt érdemes összekapcsolni jelenleg. És gondolom, remélem észrevettük, ilyen szárnyas bokájú lábú Hermész szobrokat minden modern város főterén közterén állik. Ennyire tisztelitek a ókori antik múltat? Nem ennyire röhögnek rajtunk. A tollvajok is. Mert mi a lényeg? Innen oda. Tehát itt erkölcs nincs. Lényeg az, hogy áramoljanak a dolgok, de ez most már túl van beszélve. Tehát indítottunk a vasárnappal, és ez volt tulajdonképpen Merkurnak a vásárnak. Igen, de egy nagyon magas szinten. Hermész tiszt, Mérész tiszt. Ez egy szellemi vezér, vasár vezér hangalakinek vezérrendségnek is a világ. Utána jön a sokat emlegetett hétfő, ami nagyon át tud bennünket, hogy úgy mondjam, programozni. Mert hét is benne van, a fő is benne van, tehát nyilvánvaló nap, ez a hét első napja, ez a hat fő. Tehát ez a Marshoz tartozik. És ne jegyünk meg, mert jön a kettő. A kedd pedig, hát eleve kedd a neve. Na most a kedv az nem Mars, ugye? Hanem, sőt egy férfi azt mondja, hogy ilyen a kedvem, olyan a kedvem, nem azt mondom, hogy gyanús, mert nekem állandóan a kedvemmel van a legnagyobb probléma, mert hol van, hol nincs, tehát ez teljesen mindegy. Ez most olyan közös sorsunk lett a kedvnek a kérdése. De tulajdonképpen ez a holdnak a napja. És itt válik izgalmassá az úgy. Mert magyar közmondások között, amikor valaki valamilyen lehetetlenről akar beszélni, de milyen módon? A napokat említi. Eleve nálunk, gondolom, tudjuk Szent Anna napja, kednek a napja, ezt jelenti. Kedd asszony, kedd asszony, ez a holdnak is, Babba Máriaként is, és kedd asszony. Tehát Szűz Máriának, vagy ennek a boldogasszony tulajdonságkörnek van egy ilyen neve. Tehát most már nem részletet tudod mikor, akkor azt akarom mondani, hogy soha. Majd vaskedden. A vas az a Marsnak a fény. Indo-európai rendszerben mikor van Dies Martis? Kedden. Hát kedden tényleg nem lehet.
hogy jön a szerda, ez a zárt, a szeretet, a szertartás, ez lesz nálunk a nap, ott a Merkur, és a másik nagy kedvencem a csütörtök. Miért? Mert ha én csütörtököt mondok, akkor ez mit jelent? Hát figyelj, csütörtököt. Ezt azért férfi ne nagyon mondja bizonyos bizalmas helyzetekben, csütörtököt mondod, minden esetre csütörtök. Balladák. Csütörtök virradóra, kilenc zsandár felette. Csütör, csé az sziszegős, S, T, R. Ez melyik a nap? Megfog, gátol, korlátoz. Csütörtököt mondtam. Nem tudom tovább csinálni. Felmondtam. Ez nem Dies Jovis. Hát, ha ez Jupiter napja, akkor mondani szoktak vallási vezetőket, pápától, lámáig, hogy hirtelen mi történjen. Tehát a magyar számontartási rendszerben ez a Szaturnusznak a napja. Az indoeurópaiban a Jupiternek a napja, és jön Dies Veneris, péntek, ez mind a kettőben a Vénusznak a napja lesz. Indoeurópaiban megyünk át, szombat, Dies Szatur. Ja, de Szaturdét akartam mondani, már Szaturdét, már keverem itt a nyelveket, és zonták. Szaturdét. Tehát ugyanúgy megőrizték. Csak nem saját anyanyelvi szinten, hanem a latinból vették át. Magyarnak nem kellett átvenni. Tehát ugyanúgy a hét nap megnevezései nem szlávoktól, nem germánoktól, és a csütörtökre visszatérve el szokták mondani, ezt a szláv nyelvből kölcsönöztük. Szláv nyelvekből. Miért? Mert csütörtök. Hát ez a csütörtök, ez négyet jelent. Csak van egy probléma. Vasárnap, hétfő, kedd, szerda, világos. Tehát aki hozzászokott, hogy hétfőn kezdi a munkanapot, az beveszi, hogy ez gyakorlatilag. És jól jelentse. De a szanszkrit nyelvben a csatorna. Ugyanúgy négyet jelent. Mi a szanszkritból vettük? Hát azt nem lehet. Azt véletlenül sem lehet. Na, tehát a péntek a Vénusz megmarad, és most van az ominózus szombat. És nálunk ez a szabad, ez Jupiternek a napja. Ne felejtsük el, itt az atyai teremtő erő valamilyen megnyilatkozásáról van szó, aki a világ teremtett világot hirtelen szabaddá teszi számunkra. És most kérdés, ha ez Szaturnusz napja, akkor szabad jót tenni? Melyik a nagy jó tenni? Az a Jupiter. Melyik a nagy rossz tenni? Az a Szaturnusz. Tehát nem ártam ezeken a napokon történeti szinten, mert nem értjük, hogy mi a probléma. Miért ne lehetne? De lehet érzékelni, hogy valaki máshogy gondolja. Miért kellene ennek a napnak Szaturnusz napjának lenni? Ami nyilván jó értelemben nem árt, hogyha megfog minket, akkor lefékeződünk, meditálunk, elgondolkodunk. Na de közben mi lesz azzal, hogyha baj van? Jót kell tenni abban a pillanatban. És végeredményben a hét vezér hét nap megfelelése, újra jelzem, ezt Papp Gábor szépen kidolgozta, ez gyakorlatilag úgy következik, hogy ebben a rendszerben Anonymousnál, mert kétféle vezér sorunk van, tulajdonképpen vasárnap Merkur álmos, megfoghatatlan. Gondoljuk végig. Árpádról annyi mindent tudnánk mondani, mindenhol említik, álmos, mintha tényleg megmaradna egy ilyen révülési szinten. Tehát álomban vezér. És óriási tudás, és ne felejtsük el, egy népet nagyon távolról, nagyon közel kell hozni. Hát ki az, aki vezetni tud? Ki az, aki gyorsan megy? Ki az, aki előre tud látni adott esetben, tájékozódni? Ez magas szinten mind Merkurhoz fog tartozni. Utána jön a hat fő, ez elődnek felel meg. Ez az előharcos. Tehát abban a pillanatban lehet látni, van egy szellemi vezetés, már jön a haderő. Igen, de ez előd. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy végeredményben elővédet biztosít. Tehát biztosítja nekünk az utat. Utána jön Ond, ez a Holdnak megfelelő, és ez hozza be a hadat,
a holdat, hogyha nem ellen mondom eufémisztikus, a holdnak szokták mondani, holdika. Csodaszarvasnak a oldalán holdikát láttam felkelni. És itt jutunk el a kunthoz, künt, közvetlen. Most ez az anonimuszi hétvezér népsor. És gondolom, tudjuk, török népek nyelvén mind a mai napig ez a kent, hát kent például. Ez a napot fogja jelenteni. Utána jön tas, ez követelt a török népek nyelvében csütörtöket, ez a kövesítés Szaturnusznak megfelelő. Utána jön huba, ez Vénusz, és aztán jön törtön, tétén, teleten, tehát tulajdonképpen eljutottunk Jupiterhez. És a képes krónikában a vezérnévsor fordul egyet, Jupiterrel, Árpád vezérrel mindig. És utána gyakorlatilag ugyanezt az utat oda-vissza tesszük meg. Most képzeljünk el ezt a fajta csodálatos beágyazottságot. Tehát végeredményben álmos köré rendeződő hétvezér oda teszi meg az utat, Árpád köré rendeződő hétvezér pedig az addig megtett utat visszafelé tökéletesen stabilizálja és biztosítja. De ez olyan körülményes volt, hogy már én is úgy érzem, hogy már nekem is ilyen heten sétálgatnak össze-vissza. Tehát itt van a nagy jelenet, jön a hét magyar, tehát lehet látni, föl lehet a fejedelmi személyeket is, mert itt viszont Árpád van, itt van egy ötös rendszer, itt van egy hetes rendszer, magyarul Árpád vezér ezen a szinten, ahol az ivókürtöt a magasba emeli, az ivókürt az a holdnak a megidézője. Tehát tulajdonképpen a holdat emeli magasba. Mi erősíti ezt? Megnézzük meg legmagasabban itt, nem a fehér ló jelenik meg. Fehér ló a legjelentősebb, de itt fent ökröket, teheneket látunk. Na most az ökör és a hol ott tartoznak össze. A rák keleti megfelelője az ökör, és a rákban, uralomban lévő bolygó, égitest az maga a hold. És ha itt vagyok a Földön első lépésként, nyilvánvaló módon egy ilyen fényerővel való kapcsolatot kell tisztázni, tehát megint mit látunk? Ez a fényárnyék arányváltozási körben, az esztendő körén belül tulajdonképpen mit járat csúcsra? A fényt járatja csúcsra. Tehát újrajelzem, ökör vagy tehén. Most mi vagy, nyilván nem fog megjelenni. A ráknak megfelelő. A nap a maga tetsző-látszó pályáján mikor érkezik csúcsra? Pont a nyári napforduló, ilyen rák havának legelején. Akkor a leghosszabb a nappal, legrövidebb az éjszaka. Magyarul mit hozunk be? Rövid fényt hozunk be. Semmi más, mint, hát jó, annyi minden más, ami a fény, az ingyen kigyen, jóság szerint. És itt jön az a nagyon híres történet, hogy Árpád vezér küld egy fehér lovat. Kinek küldi? Az itt lévő akkori fejedelemnek, aki hát nyeregbe érzi magát. Egyébként nézzük meg a pszichológiai finomságokat, személyiség. És ha valaki nem tudna arcra olvasni ezt a zsugori, ugyanakkor pedig racionálisan eszelős és önző, mert különben látszóan jó vonású férfi arc, csak itt jellemet is kell ábrázolni. Tehát hiába tényleg férfias és talán megnyerő, le lehet olvasni. Nézzük meg azt a, nem azt mondom, hogy szigorúságot, de ezt a hideg számon kérő, én tudom, majd megmondom, és ilyen gyilogszerszám nem nagyon jelenik meg a képes krónikában. Na most, ha valakinek nem szabja az oldalán, nem akkor már azért ezt lehetett ismerni, ez a velencei gyilognak szállható. Tehát ez gyakorlatilag személyes gyilkolásra szokták használni. Látom, hogy megint úgy nézünk, hogy nem baj, egyébként én sem használtam még. Ilyen, csak most fegyver és fegyver között van különbség. Tehát, hogy mi ez tartás lévő? Ez nem Attila kardja, ez nem Lehel szabjája, ez nem egy kellemes kis aranyos tör hétköznapra, ez gyilk. Ez gyilk hétköznapi használatra, ilyen kapcsolatrendszeren belül, fegyverek világán belül. És hát a fehér ló milyen tulajdonságokat hoz be?
nyilason keresztül megint a teremtő erő ára. És nézzük meg a hadat, teljesen más a forgatókönyv, kétszer is megjelenik a fehér ló, tehát a legtisztább ló tulajdonságok, tejű tulajdonságok érkeznek be. És hát maradjunk annyiba, hogy ha idáig eljutottunk, már pedig eljutottunk, még annyi mindent lehetne mondani, de én nem jutok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ez nem nagyon szó, bár köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a figyelmet, Bajosnak a kitűnő előadása, tényleg lehetett volna még folytatni. Én még raktam be képeket, különben van még egy jó pár anyagban, de hát akkor ma ennyi volt. Köszönjük szépen, egy hét múlva folytatjuk, ugye Pap Gábor találója, a Nagyszent Miklósi kincs folytatása, ugye már volt egy alkalom, tehát jövő csütörtökön megint találkozhatunk, folytatódik a sorozat, mindenkit szeretettel várunk. Köszönjük szépen az innovatív a lehetőséget.